Sziasztok, jó estét kívánunk mindenkinek! Köszönjük, hogy eljöttetek ismét a nyitott műhelybe. A Képparkú Kutya Népfőiskola benne van a Pakliban című sorozatának második beszélgetős, kérdezős, előadós estéjéhez érkeztünk. Hatházi Ákos a mai vendégünk. Azt szeretném még elmondani az elején, hogy hozott itt nekünk valaki sütit, úgyhogy abból majd fogyasztatok kedvetekre. Ezt az élő közvetítést figyelő embereknek is külön jelzem, hogy hát jobb lett volna itt lenni személyesen. Én leszek a ma esti házigazda és házigazdák egyike, Jóász Veronika vagyok, a Népfőiskola szervezője, és hát ugye Finta Laci, aki minket szeretettel fogad a nyitott műhelyben, szintén az est házigazdája ott a pult mögött. Azt tapasztaltam a visszajelzéseitek alapján, hogy tényleg nagyon sokféle körben, nagyon sokféle érdeklődéssel vagyunk itt. Van, aki azt mondta, hogy Ákost, az embert szeretné megismerni leginkább a ma estén. Van, aki cukrász és a munkájában inspirálódni szeretne a mai előadás beszélgetés által. Vannak páran, akik korrupció feltárásra, illetve macskai bartanításra kíváncsiak a leginkább. Úgyhogy és vannak, akik már mindent is tudnak. Tehát látjátok, hogy itt fontos lesz az, hogyha valaki már mindent is tud, például valakinek már túlhaladottak ezek az információk, akkor nyugodtan jelezze, és vagy egészítse ki az épp megszólalónak az információt. Ettől lesz az igazán közösségi oktató esemény, ugyanis, amint tudjátok, ez nálunk itt erről szól. Én egész biztos, hogy szeretnének majd kérdezni, Ákos, most már, ha itt tegeződünk, bár nekem ugye hatházi úr lenne a illendő megszöltes, talán, hogy önkormányzati szemszögből például hogyan látod az országgyűlésnek a létjogosultságát, lényegét, de mindenféle egyéb kérdés is lenne. Én azt szeretném akkor javasolni, hogy egy picit így vágtassunk végig neked hát az életrajzodon. Hogyha te már így az átvilágítás mestere vagy, akkor először kezdjük a Ákos átvilágításával. Ugye a Wikipédián olvasható, hogy magyar állatorvos, politikus, független országgyűlési képviselő vagy. 1998-ban szereztél diplomát a Budapesti Állatorvos Tudományi Egyetemen. 2001-től Szexárdon szakmai irányítója lettél az Állatgyógyászati Központnak, és 2009-től már tulajdonosként a Szexárdi Központi Állatkórházat vezetted, és akkor 2006-2014 között lettél önkormányzati képviselő Szexárdon a Fidesz színeiben, és 2013-ban vált országosan ismerti a neved, amikor ezt a trafikbotránynak nevezett dolgot feltártad. És hát ez röviden ugye arról szólt, hogy politikai alapon osztották ezeket a trafikokat ki. 2014 és 2018 között az LMP tagja vagy, aztán társelnöke is lettél ebben az időben. 2016-tól lettél országgyűlési képviselő, 2018-tól pedig függetlenként, és hát a mostani 2021-es előválasztáson a Momentum, a Civil Zugló Egyesület és a Mindenki Magyarország mozgalom jelöltjeként vagy most már egyedüli jelölt tulajdonképpen Zuglóban. Mi is támogatjuk az MKKP-val és támogatjuk az indulásodat, a jelenlétedet ebben a versenyben. Mert ugye egy érdekes fordulatot vett aztán Tóth Csaba MSZP és Zugló jelölt visszalépésével, és hát mi tudtuk, elég hamar kiderült, hogy sajnos Hatházi Ákossal közbeszerzést nyerni nem fogunk, ezért egy másfajta alkut kötöttünk, és ennek következtében van most itt velünk Ákos, aki mesélni fog nekünk a tevékenységeiről. Hogyan lesz egy állatorvosból politikus? Nem sok van, de van más kollega, aki politikusok lettek. Az egyiket azt már letartóztatták, és de komoly, ezt kevesen ismerik. Szerintem most is előzetesben van, vagy legalábbis közel van az elítéléshez. Ő egy, meg is kéne kérdezni, hogy mi van azzal az ügyel. Ő egy borsodi képviselő volt, és egy hivatali visszaélés miatt fideszes képviselő egyébként, azok kevesek egyike, akit aztán lefogtak. Ráadásul egyébként viszonylag kritikus volt a fideszes vezetése szemben, utána
talán kormány hivatalt vezetett, és lehet, hogy ezután lett már kritikus, de minden esetre lefogták. Tehát van néhány állatok is. De nem hiszem, hogy a kettőnek köze van egymáshoz. Én amikor azt mondtam, hogy úgymond politikus leszek, de hát ez nem gondolom, hogy politikát jelentett, amikor a önkormányzati választáson 2006-ban indultam, akkor van az embernek egy olyan elképzelése, hogyha teljes életet akar élni, akkor ugye az életnek az is egy része, hogy a közösségért tegyünk valamit. És nekem körülbelül ennyi volt az elképzelésem, hogy a Szekszárdon, ott a környezetemben pár dolgot rendbe tegyek, olyanokat, mint például, hogy a busz közlekedés, mert én világéletemben ugye kis gyerekkorom óta mindig busszal jártam az iskolába, mert egy kis pici falunak a szélén laktunk, és onnan a nagyobb faluba busszal jártam, aztán utána Pécsre, Szekszárdról Pécsre jártam busszal, aztán meg ugye fel Budapestre, és ezt nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy egyrészt amikor hazaír a buszom mondjuk Pécsről vagy Szekszárd, és ott megy el előttem a helyi járat, és utána két óráig nem jön másik, és akkor caflatok fel a hegyre, vagy amikor esik az eső, és nincs fedett buszváró Szekszárdon, alig-alig volt fedett buszváró, ez olyan, nem tudom, ezt ugye elfelejtették, hogy ilyen létezik a világvárosokban. Úgy gondoltam, hogy pár ilyen dolgot meg lehet oldani. És én nekem ennyi volt körülbelül a célom a úgymond a politikával. És akkor tényleg buszvárókat építettél? Mert én láttam már olyat mondjuk itt politikusok mellett. Igen, ez például egy megvalósult ígéret, és nagyon büszke vagyok rá. Mást aztán nem is nagyon bíztak rám a Fideszben, tehát 2006-ban, amikor beléptem, azért azt gondoltam, hogy azért lehet, hogy más is fogok tudni csinálni, de ezt körülbelül ezt rám hagyták, és kvázi elég büszke vagyok, hogy egy úgymond szakmai munkával, tehát segítettek ott olyan fiatal közlekedésmérnökök, és egy nagyon szépen át tudtuk alakítani a szekszárdi buszközlekedés, hogy ne két óránként, meg három óránként menjenek a buszok, hanem legyen egy kicsit kevesebb vonal, de azon akkor menjenek fél óránként, meg negyed óránként, mint egy városhoz illik, illetve még buszvárókat is tudtam valóban csinálni, legalább 15-öt, ami a szekszárdi viszonylatban nagyon komoly dolog. Az más kérdés, hogy a Simicskának a segítségével, de ez még akkor nem volt olyan szörnyű. Itt az történt, hogy ugye jött az ő reklámcége, és azt mondta, hogy ha ő reklámfelületeket használhat, akkor ő cserébe csinál buszvárókat, hogyha ugye annak egyik falára ugye tehet ki reklámokat. És akkor azt nekem annyi volt ebbe a tevékenységem, hogy megmondtam, hogy hova kellene. Úgyhogy ez sikerült, bevált, vagy beteljesült ígéret volt. Úgyhogy körülbelül ez erről szólt. Csak aztán sajnos láttam, tehát ahogy ugye bekerültem, nyilván az elején az ember naív, és nagyon sokszor azt látom most is, még a 2019-es választás után is, hogy nagyon sokan bekerülnek ezekbe az önkormányzatokba, nagyon jó célokkal, és nagyon tiszta célokkal, és nagyon lelkesen. Úgy viszont, hogy nem nagyon tudják, hogy mit is jelent ez, mivel is jár ez. Én magam is, hát úgymond így kerültem be. És hát aztán kellett egy kis idő, amíg elkezdte az ember látni a huncutságokat. Ezek a huncutságok egyre nagyobbak lettek, mert ahogy ugye látszott, hogy ezt is megcsinálhatja, azt is megcsinálhatja, úgymond a nagy öregek elkezdtek huncutkodni, és hát kellett egy idő, amíg ezeket az ember látta, hogy ezt hogy csinálják, ezeket a dolgokat. És aztán, amikor már láttam, hogy hogy csinálják, akkor ugye maradt az emberben a remény, hogy hát, ha ezt máshol nem így csinálják. Abban az időszakban ezt még nem nagyon volt könnyű kideríteni, mert akkor még nem voltak olyan adatbázisok, mint ma, és ahogy össze lehessen hasonlítani, hogy ugyanazt a dolgot más városban hogyan, mennyiért vásárolták. Bízott benne az ember, hogy ez nem, máshol nem így van. Aztán 2010 után már lehetett látni, hogy máshogy is így van, és akkor aztán így lett az emberből úgymond politikus, hogy voltak olyan dolgok, amiket már el kellett mondani sajnos. Fú, engem részleteiben érdekelne ez az önkormányzati rész, amit most mondtál. Picit bontsuk akkor ki ezt, hogy te kormányzó
vezetőség tagjaként voltál ott önkormányzati képviselő. Igen, 2006-tól ott a Szekszárdon már a Fidesz vezette a várost, igen. De akkor még ugye a másik kormány volt, tehát akkor még nem volt kormánypárt a Fidesz, csak a legtöbb önkormányzatban már a Fidesz vezetett. Aha, és egyébként milyen volt nektek a viszonyotok a hivatallal, és hogyan kezdted el meglátni, hogy az átláthatóság például milyen szinten volt, hogyan kezdted el megtalálni azokat a dolgokat, amikkel érdemes foglalkozni, ami, ahogy mondtad, huncutság számba megy, milyen volt az együttműködés, hogyha mondjuk valamilyen jó dolgot akartál csak önmagában megvalósítani? Hát sok mindent tud, utólag vett észre az ember. Tehát ez úgy kezdődött, és ezek egyébként nagyon érdekes és fontos dolgok, nem tudom, hogy mennyi időnk van itt beszélni, mondtam, hogy én sokat tudok, de az szabad, a... két óránk van. Igen. Az a jelenség, azt megérteni, hogy romlik el egy ilyen közösség, vagy egy ilyen városvezetés, az egy érdekes kérdés, és olyan szempontból is lényeges, hogy a következők ne romoljanak el, vagy mit lehet tenni, hogy a következők ne romoljanak el. Ugye ez, tehát hogyha itt téged érdekel, akkor másokat is ezt fogja érdekelni, de akkor én elmondom, hogy kvázi, úgy emlékszem, 14 képviselő jutott be 2016-ban, fideszes képviselő, és abból három volt olyan, akik úgymond a nagyöregek voltak, akik már korábban is voltak képviselők, akik ismerték a dörgést, mint utólag kiderült, és hát gyakorlatilag a többiek azok mind úgymond kezdő, és azt mondom, hogy jó szándékú, a többsége az jó szándékú kezdő képviselő volt. Na most az volt az érdekes, amit utólag kiderült, hogy ennek ilyen... Először elkezdtünk egy olyan dolgot, hogy a gazdasági bizottságba betettek minket, a nagy öregek azok meg maradtak polgármester, meg alpolgármester, meg ilyen polcokon, de betettek minket úgymond egyszerű embereket, állatorvos, van az embernek valami gazdasági elképzelés, de volt ott taxis is, meg volt ott fölművelő, és akkor mi voltunk a gazdasági bizottság, de meg volt azért a józan paraszti eszünk, szó szerint is, ugye én is fölműveléssel is foglalkozom. És azt mondtuk, az első, soha nem felejtem, az első közbeszerzés, az még az előző városvezetés idején indult el, de az eredményéről már nekünk kellett dönteni. És behozták, elintették ugye a határozat, a javaslatot, mi meg azt mondtuk, hát jött két ajánlat, akkor nézzük meg, hogy ezen tudunk, talán ilyen csatornákat kellett csinálni 200 milliós nagyságrendben. Hát jött két ajánlat, hát ha tudunk ezen még csaharni, hogy hát ha kapunk jobb ajánlatot is, és behívtuk az első két ajánlattevőt, tehát akkor még volt több ajánlat is, de az első kettőt behívtuk, és azt mondtuk neki, hogy jó napot kívánok, ennyit, meg ennyi volt a ajánlat, tudnánk esetleg ezt még olcsóban is csinálni. És mit ad Isten, kimentek, úgy volt, hogy nem beszélhettek egymással, visszajöttek, és a végén a 200 millió helyett 180 millió lett. És egyébként, ugye nem tudom, biztos vannak közgazdászok, ezt hívják egyébként, feltaláltuk úgymond az árlejtésnek a intézményét. Az árlejtés, ez azt jelenteni, hogy amikor a két legjobb ajánlat beérkezik, akkor őket leültetem egy számítógép elé, és akkor ők még hát nem ugyanaz a külön szobába, és ők még licitálhatnak, tehát még adhatnak. Tudják ezt még olcsóban is csinálni. Ez minden közbeszerzésnél, minden a végén ott van, hogy volt-e árlejtés, mindig az van, hogy nem volt. Soha nem csinálják. Pedig egy jó. És nagyon büszkék voltunk, hogy mi milyen tiszták vagyunk, milyen jó. Végre egy verseny, mert ugye ez a lényeg, hogy mi az, hogy korrupció. Az már korrupció, hogyha a közbeszerzést manipulálják, és hogyha a közbeszerzésen nincsen verseny, az már korrupció, hiszen ott biztos, hogy jogtalan előnyhöz jut valaki, hiszen ha nincsen verseny, akkor drágábban fogja adni azt a ketyerét, amit venni akarunk tőle. És mi ezt ott egyszerű, mondom, volt egy agráros ember, volt egy taxis, volt egy állatorvos, és akkor mi ezt feltaláltuk az árlejtést, és rögtön 20 millió forintot kerestünk a városnak. Na most ez volt az utolsó, amit ilyet csináltunk, mert mint utólag kiderült, hát az egyik legfontosabb szabályzatot már behozta a Huncut polgármester, és azt mondta, hogy az előző közbeszerzési szabályzat az olyan rossz volt,
ők írtak egy újat, és ez volt a legelőső, amit megszavaztatott velünk. És ezt akkor elhittük. Hát rossz volt. Hát azért jöttünk, az előző rossz volt, akkor most írtak egy jobbat. Ebben a közbeszerzési szabályzatban, és ezt javaslom, biztos vannak még akik ilyen nem nagyon megmelegedett képviselők közgyűlésekben, az egyik legfontosabb, nézzék meg a közbeszerzési szabályzatot, hogy ez hogy néz ki. Tudom, hogy ez néha 10 oldal, azért olyan, hogy jó bonyolult legyen, és senki ne olvassa el. Mindenesetre a miénk az egyszerű volt, azzal kezdődött, hogy a közgyűlésnek, tehát a választott képviselőknek csak az a feladata van a közbeszerzéssel, hogy az elején szavaz róla, hogy mi valamit akarunk venni, és mi ahhoz pénzt fogunk adni. Onnantól kezdve a közbeszerzést egy budapesti cég intézte, egy Provital Kft. Nevű cég, vannak ilyen közbeszerzési tanácsadó cégek, és egyedül a polgármester rá nézhetett ebbe bele, vagy tárgyalhatott közben, az ajánlatokat sem Szekszárdra küldték, hanem Budapestre küldték fel. Tehát ha valaki akart egy ajánlatot adni, ezt nem a polgármesteri hivatalba kellett tud küldni, hanem Budapestre. És a legvégén ezt itt Budapesten kibontották az ajánlatokat, és ez a cég, ez mondott valamit, hogy szerinte ez a legjobb, és azt lent Szekszárdon egy bizottság, egy háromfős bizottság, akit a polgármester megbízott, az azt mondta, hogy igen, tényleg ez a legjobb. Tehát semmilyen ráhatásunk nem volt onnantól kezdve ezekre a beszerzésekre. Fogalmam sincs, hogy mi volt az első kérdés, de hogy romlanak el a dolgok, hogy hogy romlanak el a dolgok. Igen, tehát ezt erre ugye rá kellett jönni, hogy hoppá, itt mi történik, mert az elején megvan a bizalom, és ez egy jó dolog, hogyha ugye egy új, és az mostani ellenzéki oldalon, és amikor létrejön a közgyűlés, az új többség, akkor legyenek meg azok a bizalmak, ez egy jó dolog. Csak hogy ezekkel a bizalmakkal volt, aki, vagy bizalommal volt, aki visszaél, és azt láttuk, hogy úgy, amikor a végén döntünk, hogy jé, akkor mennyi lett a végül az a közbeszerzésnek az eredménye, mennyi építjük azt az utat, vagy azt a óvodát, vagy bármi, ugye picit ugye egyre drágábbak lettek. Tehát úgy az elején annyit csinálunk, megnéztük, igen, árában van, ennyinek kell lenni, ennyi szokott lenni, ennyire tudok én is építeni egy házat, de ugye picit mindig mentek följebb ezek a dolgok. És ezek azért hónapok, évek, amik úgy látja az ember, hogy akkor ezek hogyan mennek. És azért kell vigyázni, mert ugye meddig tart a kompromisszum, meg meddig nem tart a kompromisszum. Tehát a politikában ez ugye egy frázis, de a politikában a kompromisszumoknak a művészete, mikor lehet kompromisszumokat kötni, és mikor nem. Úgy mentek fel egy kicsit, és akkor, hogyha az ember elkezd kérdezősködni, akkor hát én rontom, összeférhetetlen vagyok, ezt mondta a Tóth Csaba, meg kellemetlen ember, mert hogy kérdezem, hogy jaj, de hát az a mi emberünk, vagy mit tudom én, hát az egy jó gyerek, meg az a városnak adott adományokat, meg nem tudom, miért baj az, hogy az nyerte meg hát ilyen ajánlatokat kaptunk. És hát aztán jöttek a súlyosabb dolgok, és akkor ugye ugrok a végére. A vége tulajdonképpen a végjáték számomra ott kezdődött a Fideszben, nem is annyira későn, amikor 2009 körül ugye ott jött a válság. És akkor a polgármester behozott egy határozati javaslatot. Untatom önöket? Nem? Próbálom, hogy lehet, hogy ezek ilyen sztorizgatások, vagy nem tudom. Jó, hogyha unalmas, akkor szóljál. Tehát a polgármester behozott egy határozati javaslatot, de talán meg lehet érteni, hogy hogyan mennek tönkre a dolgok. A polgármester behozott egy határozati javaslatot, hogy hát válság van, és mi egy gazdaságvédelmi csomagot csináljunk, ami azt jelenti, hogy a város hirdessen meg egy óvadék pályázatot, ami azt jelenti, hogy 200 millió forint erejéig vállalkozók jelentkezhetnek, pályázhatnak ilyen óvadékért. Ami azt jelenti, hogy aki már nem nagyon kapott hitelt, vagy nem, ugye akkor nehezebben lehet hitelt kapni, annak mi óvadékot adunk, tehát és a bank akkor fog neki hitelt adni, és hogyha megugrik a hitelre, nem fizeti, akkor meg a bank elviszi a mi óvadékunkat. És tulajdonképpen erre, mit ad Isten, két pályázat érkezett. Az egyik, az egy szegény mosoda volt, a másik, az pedig egy autó
autókereskedő, aki véletlenül a legjobb barátja volt a polgármesternek. Tehát a legjobb sülve-fülve volt, tehát ezzel az emberrel voltak mindig együtt. Együtt vadásztak, mindent együtt csináltak. És ez 150 millió forintot, bocsánat, 250 volt az egész, ez 200 millió forintot kért, és kapott. De azt még jó szívvel megszavazta, vagy viszonylag jó szívvel megszavazta az ember, mert volt nekünk egy elég tisztességes jogász képviselő kollégám, az azért ismerte a dörgést már, és azt mondta, hogy ilyet csak akkor adhatunk, hogyha telerakjuk biztosítékokkal. És azt mondtuk, hogy rendben, mi adunk 200 millió forint óvadékot, de ő neki vállalnia kell személyes készfizetési kezességet, tehát hogy nem a cég, hanem ő maga, váltót kellett kiállítani, a luxus lakására is rátettük a jelzálogot, és ezek mellett Pécsen volt egy ilyen rossz város széli kis 7000 négyzetméteres liba legelője, azt is betettük még. Tehát nagyon szépen körbetettük ezeket a dolgokat. És aztán közben mentek az évek, persze nem fizetett egy év után, a bank el is vitte a város pénzét, de hát semmi baj, mert ugye ott vannak a biztosítékok, majd elhozzuk a luxus lakását, váltóját, tehát nem lesz kár a városban. És teltek az évek, ugye látta az ember, hogy egyre drágulnak a közbeszerzéseink, és akkor 2012 vége fele megjelent a polgármester, és behozott megint egy határozati javaslatot, és azt mondta, hogy mi engedjük el ezt a vállalkozót, engedjük el a luxus lakását, engedjük el a készfizető kezességét, engedjük el a váltóját, és mondjuk azt, hogy az a pécsi 7000 négyzetméteres telek, az 200 milliót ér, és akkor kvittek vagyunk. Hát, és hozott, lobogtatott egy értékbecslést, ami szerint ez annyit ér. Én megkérdeztem szintén egy értékbecslést, hogy szerintetek mennyit ér, azt mondta, hogy hát legjobb esetben 15 millió, de szerinte senki nem fogja megvenni. És én ezt erről beszéltem a ügyvédemmel, és ő azt mondta, hogy hát ennél világosabb hűtlen kezelés nincsen, és hogy adott esetben valamit ki kéne találni, mert hogyha én ebben benne vagyok, ezért adott esetben ugye egy úgymond kormányváltás esetén, hát itt börtönbe fog kerülni az ember. És ő javasolta, hogy ahol ezekről tárgyalunk, azokat rögzítsem a telefonon. Tehát, mert azt mondta, hogy ez soha nem lehet tudni, nekem ezt bizonyítani kell. Tisztelt bíróság, én ellene voltam, tényleg ellene voltam, tehát nem magamat védtem, hanem ez nyilván ez egy tényleg egy lopás. Ja, visszatérve, az 2009-ben már egy picit az ember aggódott, mert amikor megszavaztuk ezt a 200 milliós óvadékot, akkor a folyosón a polgármester utána ott röhögött, hogy hát neki ez a Süveges Árpád nevű ember, jó ember, hát azon szokott röhögni, hogy amikor 30 millióval tartozott a banknak, akkor ő nagyon rosszul aludt. De most már, hogy 3 milliárddal tartozik, most már a bank aludjon nagyon rosszul. És akkor én már sejtettem, hogy a 200 milliónk az ugrani fog. De minden esetre ezt így behozták, és hát számomra ez volt az utolsó előtti csepp a pohárban, amikor azt mondtam, hogy ezt nem lehet. Pekemre, ugye ezen a két frakció ülésen, ahol erről beszéltünk, ezen más dolgokról is beszéltünk, és itt volt ugye a trafik történetet is, tehát közben úgy mellékesen tönkretettek egy sor kis boltost, mert ugye akiktől elvették a cigarettaárusítás jogát, az tönkrement, és odaadták a fideszesnek, és egy másik ügyben pedig szintén ugyanilyen frakcióülésen a Tibolcnak az Elios botrányát, aki itt van, az biztos hallotta a LED lámpákról, Elios botrányról, azt is itt beszéltük meg ezen a gyűlésen. És hát aztán persze az utolsó csepp a pohárban, az pedig olyan trafik történet volt. Sokat kérdezik, hogy miért pont az. Hát azért, mert ugye ez már nem a klasszikus lopás, amikor úgymond a nagy közösből valaki ki vesz egy kis pénzt, hanem ez az a klasszikus kommunista módszer, amikor elveszek valakitől, tehát kis egzisztenciától veszem el az egzisztenciáját, és adom oda majd az én embereimnek. Tehát ez én nekem a nagyszüleimnek volt földje, nem sok, de abból úgy akkor meg tudtak élni egy néhány tíz hold földjük volt mind a két apai anyai ágon, és azt szépen ugye elvették tőlük.
kisemlízték őket, tehát én családilag ezt tudtam, hogy ez hogy néz ki. Nem is nagyon szerettem ezért az utolt pártot, mert ez úgy benne marad az emberben, de ez fontos az empátia, és azt gondoltam, hogy ezért valószínűleg engem sem nagyon fognak szeretni, vagy minket sem fognak, és teljesen joggal nem fognak szeretni, és nyilvánvalóan ez olyan disznóság, hogy itt nem lehet csendben maradni. De még sajnos, ugye azt mondta a Tóth képviselő úr, hogy én nagyon, hogy az a baj, hogy én nem voltam lojális, de sajnos még akkor is úgymond volt, és ezt elismerem, hogy volt az emberben hezitálás, mert még akkor is bíztam abban, hogy talán nem mindenhol így csinálták ezt a dolgot. De aztán, amikor az újságokból jött, hogy hány helyen gyanús, hogy ugyanez történt, mint ami nálunk történt, akkor, és ráadásul sose felejtem el, amikor Lázár János egy sajtótel, most is itt van, egy lépcső előtt állt, és azzal a Lázár Jánosos mosollyal bemondta, hogy jelentkezzen, akinek van bizonyíték arra, hogy itt visszaélések történtek. Hát basszus, akkor jelentkeztem. Mikor bizonyíték, egy bizonyíték, az is sokszor előkerült. Jó, most azon túl, hogy főleg a közbeszerzéseknél azt hiszem, hogy a szakma, a hivatal és a képviselő, tehát aki mondjuk állatorvosként vagy operaénekesként bekerül egy testületbe, hogy ott a kettő közötti viszony az micsoda, meg mik a jogaink, meg milyen információkhoz, hogyan férünk hozzá hivatalosan, vagy hát a színfalak mögött, és ki hogyan tudja ezt elintézni, hogy valami meg is változzon. Tehát, hogy mikor érzed úgy, hogy na, ezt érdemes volt így csinálni, belülről valahogyan, vagy a nagy nyilvánosság elé lépni, meg az önkormányzati munkában valószínűleg az is egy érdekes kérdés, hogy maga a közösség, tehát a lakóközösség mennyire érti ezeket a történéseket, mennyire érzi létfontosságúnak, hogy ő ebben belelásson, beleszólni tudjon, mert tehát valahol az adja ennek a munkának a legitimációt. Én azt kérném, hogy hát meg az a támogatás, az a támasz, ami miatt értelmet nyer az, hogy mondjuk egy ilyen túlárazást valahogy megakadályozunk. Azt szeretném kérni, hogy az országgyűlési, tehát hogy hogyan kerültél ezt az országgyűlésbe, látsz-e valamiatt, hogy nagyobb, volt-e ilyen igényed, hogy ott esetleg nagyobb mozgástered lenne ezeknek a dolgoknak a feltárására, a bizonyítására, vagy ez teljesen más módon alakult nálad? Hát majd válaszolok erre is, de még eszembe jutott, mert ez egy fontos folyamat, tehát hogy ezek hogy mennek tönkre ezek a dolgok, és lehet, hogy előbb-utóbb minden tönkre megy, de ha az ember ezeket látja, akkor lehet, hogy ezeket lassítani lehet ezeket a folyamatokat. Tehát, mert hogy juthatunk el, ugye ma ez a hiszterizált magyar politikai élet hajlamos ugye abból élni, hogy jó, mi sem vagyunk tökéletesek, de a másik aztán olyan rossz, hogy engedjék, ne foglalkozzatok a mi dolgainkkal. És ugye ez egy borzasztó nagy zsákutca, nyilván ebben valamikor én is belementem, amikor azt mondták, hogy mi sem vagyunk tökéletesek, de a másik olyan rossz, hogy hagyjátok. Én azt gondolom, hogy ezekben a kérdésekben egész egyszerűen nem szabad kompromisszumot kötni, és ezt javasolnám minden olyan ellenzéki kollégának, aki akár egy kis településnek is a képviselő testületében van. Ne kössön ebbe kompromisszumot. Mit jelent a kompromisszum? Mi az a pont, amikor azt mondod, hogy itt most mehetnék ebbe az irányba, vagy abba az irányba, és tudom, hogy az egyik az lesz, amitől megváltozik? Ehhez sajnos már kell egy kis tapasztalat, mert utána rá kell jönni, hogy mik azok a, majd beszéljünk erről, hogy mik azok a módszerek, amivel ugye lehet ezeket a kuncucságokat csinálni. Tehát hogy lehet még azt is elérni, hogy egy látszólag nyílt közbeszerzés. Tehát kihirdetem tökéletesen, mindenki jelentkezhet, és mégis azt fog nyerni, akit a polgármester mondjuk lebeszélt, hogy nyerjen. És ezekért szólni kell. Tehát az első tanácsom, hogy ezek a önkormányzatok, ezek a frakciók, ezek ne baráti társaságok legyenek. Tehát nagyon sokszor az volt, hogy hát ez kellemetlen, ez gyanús egy kicsit, de hagyjuk, mert akkor az van, hogy mit ugrál ez az ember, ugráljanak csak, tehát itt legyenek ilyenek. És akkor mindig az volt, hogy hát majd fölmegyünk, és majd jó van, majd lesz egy kihelyezett frakció, és fölmegyünk a Laci bácsinak a tanyájára, és akkor majd főzünk egy jó halászlét, és akkor majd ott azt, majd ott megbeszéljük. Ezek a zsákutcák, tehát ezt nem szabad. Tudjátok, hogy mi az a frakció, mondjuk egy önkormányzaton? Aki vezeti, tehát azonos párthoz tartoznak, és ők mondjuk vezetik a várost. Igen. Na jó, csak hogy például a magyar önkormányzati törvény
meghatározott képviselői jogokhoz képest, meg a, nem tudom, a döntés előkészítés folyamatainak a nyilvánosságához képest, ezek ugye nem nyilvános fórumok. Igen, önmagában, tehát ezek nem nyilván, igen, tehát a frakcióban egy frakció megbeszélés van, egy frakció ülés, és akkor majd ott megbeszéljük. És aztán ebből mindig az lett, hogy jót, elkezdtek inni, és akkor a végén én meg már csak ott ültem, hogy akkor beszéljük már meg ennek a közbeszerzésnek a dolgait, abban úgy elmaradtak. Szóval ezt nem szabad, ha javasolhatom, ha valahol valaki egy ilyen vezető, városvezető... Ne ígyatok frakcióra is! Ezt is javaslom. Másrészt inkább hasonlítson ez egy cégvezetésre, mint egy baráti társaságra. Tehát ezt tudom már javasolni. Bocsánat, akkor egész konkrétan. Szerinted mi értelme van egy frakció, még mindig az önkormányzatnál tartunk, de tényleg menjünk majd az országgyűlés felé, a vágyott országgyűlés felé, hogy mi értelme van szerinted egy önkormányzaton egy frakciónak, vagy frakciószövetségnek? Azzal semmi baj nincsen. Tehát ugye van egy... A demokrácia úgy működik, hogy van mindig egy kormányzó oldal, meg van egy ellenzéki oldal, és ez tök jó. Ez egy teljesen normális dolog, hiszen a legtöbb ügynek annak van több aspektusa, lehet innen is nézni, lehet onnan is nézni, lehet a pozitívumait, negatívumait. Ellenzéknek az a dolga, hogy bíráljon, és ezekből jöjjön ki a végén, és ellenőrizzen, ez nagyon fontos, és ezekből jöjjenek ki olyan döntések, amelyek valóban a köznek az érdekét szolgálják. Ha nem lennének frakciók, akkor ugye vagy az lenne, mint most, hogy akkor van mondjuk 20 ember tulajdonképpen egy dolgot 20 féleképpen is lehet látni, és akkor onnantól kezdve nem nagyon lennének döntések. Tehát a frakcióra az, hogy van egy kormányoldal, meg van egy ellenzéki oldal, vagy egy városvezető oldal, ellenzéki oldal, ez teljesen normális. Akkor lehetne azt mondani, hogy akkor ne legyen 20, csak 2, de az már ugye megint nem nagyon jó. Tehát a frakciókra van szükség, csak azok működjenek jól. Tehát ez az egyik gyakorlati javaslatom, ha valaki kezdő városvezető lenne, hogy ezt érdemes nagyon komolyan venni. A másik, ami történt, amit el akarok mesélni, ugye, hogy lehetett ez a Fidesz, vagy ott mind csak szemét gazemberek vannak, ez nem igaz. Ott nagyon jó emberek indultak, csak szép lassan tulajdonképpen szinte mindenki kapott valami jóságot. Az azt jelenti, hogy mindenki egy kicsit lekötelezettje lett a polgármesternek, és ez nem azt jelenti, hogy ő önmaga lopott, hanem mondjuk a veje, az mondjuk a sportcsarnoknak lett az igazgatója. És akkor akkor a lánya, volt egy olyan, ezek valós történetek, a lánya, aki egyébként sehol semmi másra nem lett jó, de ő lett a városi vízmű kommunikációs igazgatója, ami jól hangzik, semmit nem kérte csinálni, de 200.000 forintot lehet mondjuk havonta kapni érte. És akkor onnantól kezdve ez a jó ember már nem fog ugrálni. És azt kell mondanom, hogy én amikor a trafikügyet elmondtam, én szinte biztos voltam, hogy nem kell majd használnom azt a hangfelvételt. Fel sem merült bennem, hogy kell használnom azt a hangfelvételt, mert volt rajtam kívül két olyan képviselő kollega is, aki mindig velem is értette, nyilvánosan is, tehát úgymond frakció belül nyilvánosan velem értette egyet, és a magánbeszélgetésekben is elmondta, hogy érzi, hogy mennyire nem jól mennek a dolgok, és biztos voltam benne, hát presbiterek voltak, én fönt kántor is ilyen kontár kántor voltam, amíg az egyház ki nem rúgott, mert hogy... Na miért? Hát emiatt, mert ugye az egyházban egy csomó presbiter az képviselő, fideszes képviselő is volt, és akkor nem kívánatos lettem ott. De én ezeknek ott fent orgonáltam, akkor szépen énekeltek a jóságról, meg a szeretetről, szeretet, és akkor, és amikor fel sem merült bennem, hogy ezek azt fogják mondani, hogy én nem mondok igazat. És amikor ugye először a trafikügyről beszéltem, akkor az ATV fölhívott közülük négyet, mindegyik bemondta a telefont, ez hazudik ezen, de nem tudom miért csinálja. És azért nem, mert mindegyiknek valamennyire ott volt a jóság, tehát a lányom, a vejem, vagy bármi. Én azért tudtam azt csinálni, amit csináltam, és ez a másik javaslatom a kezdő önkormányzati politikusok számára, vagy kezdő politikusok számára, hogy a legkevésbé, tehát a legkisebb olyan ügy, amelyik már egy kicsit problémás, ne fogadja el.
Tehát én nekem már 98-ban az igazság kerestek, én 98-ban végeztem az egyetemet, és akkor megkerestek, hogy hát nem akarnék esetleg ott helyben a Fideszben, akár önkormányzati képviselőként, vagy csak bármilyen fidelitásos ifjú, akár titánként, vagy bármi. És érdekelt a politika. És 98 ugye a Tóth Csaba nem olyan gáz, akkor a Fidesz nem volt olyan gáz, egyáltalán nem volt olyan gáz. Pláne az elején, 98-ban még ugye nem lehetett látni, hogy miket fognak majd esetleg még csinálni 2002-ig. De én azt mondtam, hogy köszönöm szépen a lehetőséget, én most jöttem ki az egyetemről, én a praxisomat, hát akkor még praxisról szó sem volt, tehát elmentem, de az egzisztenciámat állatorvosként szeretném megteremteni, azért, hogy én a bármikor később, ha politizálok, akkor onnan bármikor kiszállhassak. Életemben borzasztó sok rossz döntést csináltam, de ez volt a legjobb döntés. Erre büszke vagyok. Tehát én most is, holnap is, bármikor, ha belekényszerítenek, fogom magam, hazamegyek és csinálom az állatorvosi rendelőt. És nagyon boldog és jó fog működni. Tehát én azt javasolnám, ez ugye egy nehéz kérdés, de azt javasolnám, hogy akinek számít az a képviselői tiszteletdíj, az inkább ne csinálja. Mert ugye itt persze ez egy dilemma, hogy akkor a gazdag embereknek a szórakozása legyen ez a munka. Persze, hogy ne. Tehát nyilván az is egy zsákutca lenne, ha csak azok csinálnák meg. Mert hiszen időt, tehát az a tiszteletdíj egyébként jár. Tehát hogyha valaki valóban lelkesen és beletesz apai tanyait, pláne egy városban nagy, ahol tényleg egy kis pici faluban kevesebb az ügy, de egy nagy városban mindenki látja, hogy mennyi egyébként unalmas döntést kell meghozni, azért ha lelkiismeretesen minden határozatot mindenki végigolvasok, az a munka is van. Tehát jár az a tiszteletdíj. Az ellenőrizhetősége múlik, gondolom, nem? Így van, jár az a tiszteletdíj, de hogyha az neki az számít, tehát hogyha az később neki az hiányzik az a pénz, akkor inkább ne csinálja. Tehát nekem az volt a nagyon... Volt közben egy nagyon nehéz része az életemnek, amikor a feleségemnek egy nagyon súlyos betegsége rákja lett, hála Istennek kijött belőle, nagyon súlyos dolog volt. Akkor született a kisfiam, a második kisfiam, egy éves volt, és közben ezt kihasználták az üzlettársaim, akik a praxisban hárman voltunk, és gyakorlatilag engem kijátszottak a praxisból. Nagyon nehéz helyzet volt. És akkor mondták a kollégák, hát most jó szándékkal segíteni akartak, akkor még nem volt kötelező a kutyáknak a csipezése, és azt mondták, figyelj, bevezetjük Szekszárdon a csipezést, és azt mondjuk, hogy majd a te új állatorvosi rendelődben lehet csipezni, kijelöljük azt, és akkor mondta, hát hülyék vagytok, hát ez nem kóser, ez nem jó. Ha én akkor egy szabályos dolog lett volna, semmi, de ha elfogadom, onnantól kezdve én nem tudnám ezeket csinálni, amit most csinálok, mert az lett volna az első, hogy előveszik ezt a dolgot. Tehát a legkisebb ilyen jóságot sem nagyon szabad, de nagyon vigyázni kell ezekre a dolgokra, mert utána ezek az embereket mind fogni lehetett. Amikor mi a Fideszbe talán a második alkalommal, de nem őszintén szóval nem emlékszem már, hogy az első vagy a második, amikor arról volt szó, hogy mi jelöltek leszünk, helyi jelöltek. Akkor elénk tettek egy ilyen kétoldalas papírt, ezt sose felejtem el. A tetejére föl kellett rólunk a személyes adatainkat, kik vagyunk, mikor születtünk, hol lakunk, telefonszám, és a feleségünk és a gyerekeink. Ezt így föl, kvázi egy tiszta lapot be kellett adni magunkról. Meggyőződésem, hogy arra irogatnak. Tehát arra, hogyha valakiről van valami, bármi, amit tudni kell, arra irogatnak. És hogyha azon a papíron valami van, akkor utána az a képviselő már nem lesz a maga ura. Tehát körülbelül így ez történt, és mondom, ahhoz évek kellettek, amíg úgymond az ember, és már szinte később, tehát az igazi nagy tudás az már akkor lett, amikor már Fideszből kimentem, és majd akkor innen kötök, ugye, mert most emlékszem a kérdésre, a Fideszből kimentem, és akkor hát az ember ugye mérges volt, de azért megnézni, hogy akkor elkezdeni megnézni, hogy máshol is ilyen súlyos-e tényleg a helyzet, és akkor már léteztek ezek az adatbázisok, amit mindenkinek javaslom, aki tényleg foglalkozik a politikával, vagy érdekli, hogy akkor a korrupciót hogyan lehet megfogni,
az, hogy ezekkel ismerkedjen, ezekkel az adatbázisokkal. Tulajdonképpen két adatbázist, ha az ember tud használni, akkor bármennyi korlátlan számú korrupciós ügyet meg tud találni, mert szinte sajnos, szinte nincs olyan projekt, európai uniós projekt, vagy közbeszerzés, amelyik mostanában már tiszta lenne. Régebben voltak még, de most már nincsenek, alig-alig vannak. Ez az egyik, ez a közbeszerzés.hu, amelyiken szándékosan elrejtve, de meg lehet találni a közbeszerzéseket, és az egy kereshető, viszonylag jól kereshető adatbázis, és majdnem minden rajta van. Néhányszor valamit elfelejtenek fölrakni, meg ami a legnagyobb baj, hogy magát a szerződést, azt nem szokták rajta kirakni, de mégis azért sok mindent, hogy mit vettek, mennyiért vettek, és ki adta az ajánlatokat, ezt lehet tudni. A másik pedig a pályázat.gov.hu oldalon, ahol meg a, meg lehet keresni, hogy milyen az adott településen milyen európai uniós támogatások voltak. Ezeket szándékosan nehézre csinálják, de ha az ember egy kicsit bele mélyül néhány nap alatt megtalálja, hogy hogyan lehet ezeket keresni. És én ezeket elkezdtem nézni, és ezekből alakult, láttam azt, hogy te úristen, hát itt készen van egy hálózat. Tehát itt létezik egy olyan hálózat, amelyiknek a fején ott van a kormány. Ez a kormány az, amelyik ugye határoz arról, hogy milyen projektek legyenek, mire lehessen pályázni a minisztériumok általában. És ezek körül van egy úgynevezett consulting hálózat, tanácsadói hálózat, ezek ilyen consulting cégek. Ezek a cégek viszik le tulajdonképpen ezeket a pályázatokat. Tehát nem úgy működik a dolog, hogy az önkormányzat összeül, aztán hát Pista Józsi, mit kéne csinálni, hát újítsuk fel az óvodát. Hanem megjelenik náluk ez a konzulting cég, és azt mondja, hogy óvoda projektet hoztam nektek, mindent elintézek, semmi dolgotok nincsen vele, tényleg nekem jó összeköttetéseim vannak, kaptam egy kvótát, hogy 3 milliárdnyit azt én oszthatok el, azt kérem csak cserébe, hogy én mondjam meg, hogy ki lesz a kivitelező, és én, vagy én csináljam magam a munkát. És a hálózatnak a végpontjai, azok meg ezek az önkormányzatok, és erre ugye a legjobb példa az a Tiborc ügy volt, ahol nem az a legszörnyűbb, és annak a LED lámpákban nem az a lényeg, hogy az a Tiborc, hogy az a úristen a miniszterelnök veje, hát az már csak a sója a dolognak, hanem az, hogy ő hogyan csinálta. Ugye úgy csinálta, hogy Hódmezővásárhelyen bárki adhatott ajánlatot ezekre a lámpákra, adott egyet a Tungsram, meg adott egyet a Tiborc. Azt véletlenül a Tiborc nyerte, pedig az övé drágább volt. De ott még bárki adhatott rá. Majd ezt is elmondom, ha érdekel valakit, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, hogyha nyílt. Ezt hagyd mondjam végén, most már szorítatás lesz. Igen. És gyakorlatilag utána az összes többi városban, nem tudom, 16 másik városban szó szerint ugyanúgy írták mindig ki a közbeszerzést, de ott már csak az indulhatott, aki egy magyar városba egyszerre 3000 LED lámpát felszerelt. Senki az életben sehol nem volt ilyen, ez az egy volt ilyen. De ehhez az kellett, hogy ezek a polgármesterek, mint a kis angyal, amit nekik felülről mondanak, azt úgy írja meg ezeket a kiírásokat, ezeket a közbeszerzési feltételeket. Tehát ez a hálózat, és ezt a hálózatot vettem észre egy öveges programba, nem megyek, annyira nem mutatlak titeket, pedig az is egy fontos dolog, de észrevettem ezt a hálózatot, és hát persze utána az ember, ha már ott van, és látott ekkora disznóságot, és látja azt, hogy nincsen neki következménye, akkor persze nem áll le, és akkor azt mondom, hogy akkor egy picit még megpróbálok valamit csinálni. És akkor ugye az LMP volt az éppen aktuális anti-establishment párt, ugye az tehát nem nagyon jött más számba, és akkor ugye, hát nem emlékszem őszintén, szóval ugye jeleztem ott a helyi LMP-s képviselőnek, aki azóta aztán most már éppen a Fideszhez ment árulónak, de mindegy. Tehát jeleztem, hogy egyébként én érdekel a munkájuk, és akkor úgy emlékszem, hogy az LMP jelentkezett, hát induljak ugye egyéni képviselőnek, ugye a jó nagy
átvágás, vagy hősök ezek az egyéni képviselők, akik kis pártokkal indulnak, legyenek kétfarkú kutyapárt egyéni képviselők, csak tudják, hogy úgyse nyerhetnek. Tehát azt hála Istennek nekem is elmondta valaki két nappal a választásért, hogy ugye tudom, hogy én úgyse fogok nyerni. Hát mondom, hogy hát azért csak van esélyem, azért csak borzasztóan egy egyéni kockázatot vállaltam a trafikkal, meg úgy ismernek is, meg mindent. Nem, mondta, hogy az úgy van, hogy amikor valakinek a pártja kap 5%-ot egy helyen, akkor ha minden nagyon jól csinál, akkor lesz belőle 10, de úgyse tudok annál jobbat. És körülbelül ezt be lehet hozni. Ennek ellenére, ha valaki elhivatott, és hisz a pártban, és hisz abban, hogy javítani lehet a dolgokon, az induljon ott egyéni képviselőnek, akkor is, hogyha tudja, hogy nem. Csak arra figyeljen, hogy azon a listán azon méltó emberek legyenek, mert nem lehet, nyilvánvalóan nem lehet mindenki képviselő, bár ugye a Mikszátnak van egy olyan mondása, hogy Magyarországon ugye négyféle ember létezik. Az egyik az képviselő akar lenni, a másik az most képviselő, a harmadik az volt képviselő, és a negyedik meg még nem volt képviselő. Tehát körülbelül ennyi van ennyi fél ember van, de ez tehát nem lehet mindenki, és most is ugye mindenki csak azt hiszi, hogy a képviselő lesz. Hát annyi pozíció van egy kormányváltás esetén, amit be kell tölteni, és amik felelősebb pozíció, a MÁV igazgatója, ugye hatalmas dolog, hatalmas kihívás, sokkal nagyobb kihívás, mint egy képviselőként nyomogatni a gombokat, amit meg felolvasni, amit oda tesznek elé. Nem vagy olyan lehetséges az országgyűléssel kapcsolatban. Hát jelen pillanatban lehet, egészen... Lehet, hogy pártra se lehet volna szükséged a közbeszerzésekre. Jelen pillanatban egészen biztos. Nem kell, tehát önmagában az, hogy pártokra szükség van, egy demokráciában szükség van, megint csak ugyanott vagyunk, hogyha a hát, nem tudom, 200-an vannak egy parlamentben, ha nincs párt, hogyha ezek között nincs, tehát ez működik országokban. Az a lényeg, hogy azokat a kompromisszumokat csak annyit hozzunk meg, amennyit muszáj. A lényeg az, hogy akkor utána ugye lett egy LMP, amikor a Schiffer András visszavonult, vagy inkább ő hátrébb akart lépni, aztán nagyon sikerült neki hátralépni, akkor nem nagyon volt más, aki ezt... bocsánat, ezt nem halkítottam, de ezt mindjárt. Halljuk, kivel beszélsz és miről? Lehet. Szia, Hácikám! Éppen egy fórumban vagyok, de mondja gyorsan. Működnek ezek a dolgok? Holnap igen. Jó? Holnap. Maxi, szia. Holnap hány órakor? De hol? És hol? Ez a nagyfiam volt, aki kémia feladatot nem ért, és hogy holnap megnézene vele. Ilyen gyorsan ki tudsz találni ilyen kamuflás szöveget, ez igen? Igen. Tényleg akkor ezekkel, amiket mondtál, portálokat, hogy az ember nézegeti ezeket a közbeszerzéseket, meg hogy van egy hálózat, hogy ezt feltérképezted, mondjuk egy egyszeri állampolgár, és nem tudom hányan akarnak itt majd országgyűlési képviselők lenni egyúttal, hogy tudjuk ezt mi, tudunk mi állampolgári szinten is bármilyen nyomást gyakorolni, vagy tényleg semmi, azt csak nyomogatod a gombot a parlamentben, nem feltétlenül több mozgáskör. Hát ennek vannak szintjei, tehát aki, persze, aki ambicionál, az menjen, próbálj, hát képviselő, nyilván a képviselőnek kellene lennie egy normál demokráciában kvázi a hatalom feje. És egy ellenzéki képviselő is az országot vezeti. Hát ugye a kislányom 5 éves, meg kell neki magyarázni, hogy mit csinál apa Pesten, ugye? És hát most mit mondjak neki, olyan túlmélyben... Hát azt, hogy épp megrohamozod a televízió épületét, túlmélyben dolgokban nem, és én azt szoktam neki mondani, hogy nem nagy zolni vagy dicsekedni, de kvázi, hogy hát van ennek az országot kell vezetni, és kvázi annak egy része az ellenzéki képviselő is. Hát ugye a törvényhozás, a parlament elvileg ugye ez a legfelsőbb népképviseleti szerv, és ez normál országokban ez működik, és akkor is, amikor az ember ellenzéki. Visszatérve kicsit, ugye lett az LMP, és akkor képviselő lettem az LMP-ben. Én nem akartam, tehát én nem, soha nem, tehát én ott nem kampányoltam engem, ott megválasztottak elnöknek, mert éppen nem volt más.
meg úgy gondolták, hogy szükség van rá. Előtte ugye már elég sok dolgot bemutattam, valamennyire úgy ismerték is az ember. És hát ugye aztán azt vallottam, ugye itt a két farkúak között, ezt nehéz mondani, ezt továbbra is vallom, hogy egész egyszerűen, még megint nem sikerült a lecsendesítés, de most nem megcsinálom, ez meg anyukám, de ezt most akkor nem veszem fel. A közönség eldönteti, hogy felvegyed? Szavazzom. Felvegyed? Igen, igen. Igen, igen. Anyának mindig felveszem. Ó, igen. Egy fórumban vagyok, de mondja egy gyorsan. Már lehetne a és... És hát ott ugye az, tehát ott az volt a konfliktus helyzet, hogy egész egyszerűen a matekot én szerintem értettem, és egész egyszerűen láttam azt, hogy ha 18-ra veszítünk, akkor mik jönnek, pont azok jöttek, mint amik azóta jönnek, és én azt mondtam, hogy együtt kell működni azokkal is, akikkel ezt egyébként nehezen gondolnánk. Érdekes módon aztán a LMP-ben egy év alatt mindenki megtanulta a matematikát, mert aztán amikor az jött, hogy kiusson be az önkormányzatokba és ki legyen alpolgármester, nem, akkor rögtön együttműködtek mindenki, az akkor lett összefogás. Előtte meg ugye lelöktek a székről az LMP-be. Tehát körülbelül ilyen két konfliktuson volt, ugye ebből jön az, hogy én úgy váltogatom a pártokat, mint a gatyámat. Hát a Fideszben azt mondtam, hogy nem kéne lopni, aztán loptak. LMP meg azt mondtam, hogy együtt kell működni, tehát sajnos, tehát van ugye megint csak a kompromisszumok, tehát az, hogy vannak olyan idők, amikor bizonyos dolgokban kompromisszumot kell kötni, ennyi az én kis politikai. De majd még tudom, hogy még miről akarok beszélni, hogy tanuljanak is valamit. Igen, esetleg kérdezhetnek is, akkor hát, hogyha nektek arra válaszol, amit kérdez. Jó, akkor amúgy előtt még kérdeznek. Még miért? Na. Igen. Tehát mert ugye ez van a népi főiskola, ugye? Így van, na, és te vagy a néptől. Igen. De általában ma már, ugye, mert itt lehet sokat beszélni, általában már ugye 10 perces műsorok vannak, ott nem lehet sokat beszélni. Urka Tóth Csaba ugye bemondja nekem, és majd nem is pislog szinte, és akkor bemondja nekem, hogy hát jó, de hát csak egy ajánlat jött, hát mit lehet tenni, hát nem jött másik ajánlat, ez bemondta nekem, és ott nincs idő, mert megy az óra, és ha lenne órám, vagy lenne időm, akkor persze elmagyaráznám neki, hogy ha esetleg képviselő úr nem tudja, akkor én elmondom, hogy hogyan lehet a legnyíltabb közbeszerzést is úgy megmahinálni, hogy abból az nyerjen, akivel lebeszéltek. Életemben egy ilyet, mindjárt elmondom, hogy hogyan lehet, csak elmondom meg a sztorit. Életemben egyszer én is mahináltam közbeszerzést. Úgyhogy legyen a hatházi is mahinált közbeszerzés. De egyébként ezt már mondtam, csak nem kapta fel a sajtó. De ez még a MSZP kormány alatt volt. Ugyan fideszesek voltunk. És jött egy olyan lehetőség, hogy kaphatunk 200 millió forintot ugye a helyi közlekedés fejlesztésére. Hát az nekem való, mert fedett buszváró, meg nem tudom én, fedett bicikli tároló, meg nagyon tetszett nekem, akkor már Budapesten voltak ezek a utastájékoztató rendszerek, tehát hogy van egy GPS a buszon, és akkor ugye kiírja ezt, itt, ti tudjátok itt Pesten, hogy az mennyi, ez egy jó dolog, ha működik, hogy azt írják, hogy 2 perc múlva ott lesz a busz, akkor 2 perc múlva tényleg ott lesz. Szexáron ez meg úgy működött, ugye mondtam, hogy 2-3 óránként jött a busz korábban, és akkor oda ment az ember 13 óra 55-re, senki nincs ott, akkor most elment már ez hamarabb, mert ugye nem volt senki, és akkor lehet, hogy már 3 perc előbb eldöngölt a busz, vagy esetleg még késik. És akkor általában az volt az ember, hogy várt 3 percet, hát ez akkor ezek szerint már elment. Elindultam, amikor már olyan messze vagyok, hogy már nem tudnék visszafutni, akkor megjelent a busz, mert késett. Na, Mixet mondja erről, hogy 4 féle busz van. Ja, ez jó visszavágás, igen, jó visszavágás. Hát én ilyen táblákat szerettem volna, csak hogy ott ugye az volt a huncutság, és mondom, ez előző kormány volt, hogy azt mondták, hogy akkor lehet ilyet, akkor kaphat a város 200 milliót, ha előtte irat egy jó kis tanulmányt, hogy mire kellene. Hát
Hogy lehet, lehetett volna tudni, hogy mire kellett, hát én is megmondtam, hogy mire kell, de kellett volna egy tanulmány. Hát mondom, erre 30-40 millió forint EU-s pénzt kiadni, mondom, ez tiszta hülyeség, de hát akkor mahináljunk, hát én hallottam, hogy lehet mahinálni, meg tárgyaljunk velük, és akkor az egyik cég, amelyik itt jelentkezett, hogy hát milyen jó lenne, hogy ők nyernének, ők milyen jó cég, mondom, hogy hát ha véletlenül ti nyernétek, akkor milyen jó lenne, hogyha ti vennétek a városnak három ilyen táblát, és akkor volt értelme, hát én 30 milliót odaadjunk nektek ilyen hülyeségre, akkor legalább volt értelme. Hát jó, de én ezt nem hittem én, hogy ez lehetséges, de azért ennek a közbeszerzési tanácsadónak, akivel egyébként korábban soha nem beszéltem, azóta most már Mészárosnak az egy főembere, Mészáros Lőrincnek a főembere, mondtam, hogy hát milyen jó lenne, mert hogyha azt ígérte, hogyha ő esetleg ő nyerne, akkor abból a pénzből venne nekünk három ilyen táblát is, ami nem tudom én, összesen 6 millió forint. Hát annyit kérdez, hogy hát ki nyerjen. És akkor, hát mondom ez, de hát mondom úgyse tudja, csak ki nyerjen. És akkor jé, az nyer. A poén az a végén, hogy nyert, de nem vett táblákat fel. Úgyhogy meg már elégült az egész, de nem szoktam el. Na most hogy lehet az, hogy teljes, látszólag teljes verseny, teljesen nyílt, adottak a szabályok, és mégis az fog nyerni, akit a politikussal megbeszéltek. És ennek tulajdonképpen három fő módszere van. Az egyik az, amikor a referenciákkal játszanak. Ez egy nagyon elavult dolog, de még mindig van, aki használja a referenciákat. Az azt jelenti, ez, amit előbb is mondtam már, ez a Tiborc is így működött, ez egy nagyon primitív módszer, amikor úgy olyan feltételeket kell az ajánlattevőknek biztosítani, amit csak ő tud. Tehát úgy írják ki, hogy csak ez a cég legyen. Ezek a legprimitívebb dolgok, mert ez azért elég jól leleplezhető. Tehát ez ma már elavult, de most már annyira szemtelnek, hogy megint úgy kezdik néha használni. A második az a úgymond a szigorúság, a szigorú közbeszerzése. Tehát amikor ezek a közbeszerzési dokumentációk még egy egyszerű kis óvoda építésnél is vagy 100 oldal lesz. Tehát ilyen-olyan igazolások, ilyen vállalás, olyan forma. Tehát ez egy külön szakma egy ilyeneket összetenni. És azt mondja, hogy ha valami nem stimmel abban a legkisebb kis baszbasz dolog, akkor azt kidobom, mert hát ez nem formailag nem felel meg. A klasszikus példám az egy takarítási szerződés. Szexáron mindig ezt szoktam mondani, de még ezt nem hallottátok. A takarítási szerződés, kellett 6 iskolát takarítani, meg a sportcsarnokot, és véletlenül bejött egy ellenséges ajánlat, mert a baráti ajánlat az a képviselőnek a cége, lett volna fideszes képviselő, de bejött egy ellenséges ajánlat, amelyik mit ad Isten 20%-a olcsó. Tehát ott is meg lehetett volna éves szinten nem tudom, 20 millió forintos spórolni. Ó, szemüssel ebben semmi baj, mert véletlenül tehát ez az ellenséges ajánlat elfelejtette azt beírni, árajánlatot adni, hogy a sportcsarnoknak a női öltözőjében hetente mennyire fogja kicserélni a szappant. Tehát a szappant nem neki kellett adnia, és beírta az egyes iskolába, a kettesbe, a hármasba, a négyesbe, az ötösbe, és talán ennyi van összesen szexen, valannyi volt, beírta. A sportcsarnok férfi öltözőjében is beírta, de valahogy a női öltözőben nem írta be. Hopp! Ez nem jó, nincs meg, nem adott minden árat, zárjuk ki. Vagy ugye, ami az újságokban van, egy másik klasszikus példa, amikor már Simicska ugye a rossz oldalán állt a nemzőszervnek, akkor ugye ilyen hídépítésnél megvolt, hogy milyen hajót kell neki biztosítania, és akkor ő bérelt egy hajót, de az a hajó, az nem tudom én, megvolt, hogy hány négyzetméteresnek kell lenni a fedélzetének, és akkor nem 35 négyzetméteres volt, csak 34, ezt kizárták, 3 évre eltiltották mindentől. Tehát ez a második módszer, ez amikor ilyen szigorra mindig találnak, úgyis találnak mindenbe ezek. Sokszor, tehát mondom, egy iskolának is egy 100 oldalas dokumentációja van, hát egy hídépítés, vagy egy láncid, vagy bármi, de ekkora sok ezer oldal, biztos, hogy találnak benne hibát. De ami mostanában leginkább megy, az meg a harmadik módszer, ez meg a szubjektív pontozás. Amikor azt
mondja, hogy ugye nem a legjobb bár nyer, hanem pontokat lehet nyerni. Ebben is valami van, tehát lehetne ezt normálisan csinálni. Azt mondja, hogy az ár, árért mondjuk 90 pontot kap, és akkor még azért, hogy nem tudom mennyi idő alatt vállalja, vagy milyen ködbért hajlandó fizetni, ha nem sikerül. Tehát lehetnének ilyen külön pontrendszerek. De nem ezt csinálja, hanem azt mondja, hogy mondjuk, és ezért megint egy konkrét példát mondok, ez egy Mészáros, szerintem ezért önmagában Mészárosba lehet egyébként csukni, és igyekezni is fogok, tehát ez önmagában szerintem. A közbeszerzés, tehát van ilyen, ezt kevesen tudják, mert szerintem senkit nem ítéltek el ilyen miatt. A közbeszerzési folyamatnak a versenykorlátozó befolyásolása, ugye 1-3 évig büntetendő, tehát ez egy létező valami, csak be kell tartatni. Befejezem, aztán majd mondod, és utána esküszöm, hogy majd lehet kérdezgetni. De ez fontos, mert akkor népfőiskola, akkor legyen. Tehát, hogy hogyan lehet, ugye én ezt azért tanítom, hogy ezt kivédjék ezeket a dolgokat, ne azért, hogy csinálják, ez nagyon fontos. Tényleg, ezt az elején is kellett volna mondani, de most elrohannak, mert páran, és csinálják. Igen. Na, tehát azt történt itt a Mészáros Lőrincnek egy közbeszerzése, hogy ez egy ráadásul egy keret közbeszerzés volt, 40 milliárdos, ott a 18-as választás előtt sem voltak biztosak benne, hogy megnyerik, és akkor csináljunk egy keret közbeszerzés, 3 évre előre, hogy majd ilyen mélyépítési munkákat ők fognak. Semmi, nem volt beírva, hogy hol, hogy nem tudom, Békés Csabán vagy Keszthelyen, meg hogy mit kell csinálni. Ő mélyépítési munkát, 40 milliárdra kap egy keret szerződést. És itt a 100 pontból, abból 50 pont volt az ár, vagy annyi se, a másik 50 pontot, azt pedig egy szubjektív módon az volt a feladat, hogy kell írni, kedves gyerekek, írjatok egy próbaköltségvetést. És a próbaköltségvetés szakmai színvonala alapján lehetett pontokat kapni. Értik? Tehát a szakmai színvonal. Tehát ha lett volna valaki, aki ellene mer menni, és ír egy még szebb, akkor elvileg kaphatott volna több pontot. Hát persze, hogy nem kapott volna, soha nem kapott volna több pontot. Tehát nyilván, aki ilyet lát, az neki se áll egy ilyen közbeszerzés pályázatot beadni, mert hát szubjektív 50 font szakmai színvonal egy próba költségvetésnek. Hát akkor ezt menjünk, mert ez le van beszélve. Ez le van zsugázva. Így volt egyébként az előbb említett általam majnált, vagy nem általam, de a közbeszerzők által majnált beszerzésnél is. Ott is 5 cég jelentkezett, hogy ők majd megírják ezt a pályázatot, és akkor gondolom adtak 1 milliót a szakértőnek, aki megmagyarázta, hogy miért ez a legjobb, és akkor azt kapta a legtöbb pontot. De ugyanezt történt a trafikoknál is, tehát szerencsétlen trafikosok, ugye kellett 50 pontot kaptak, objektív, tehát hogy most terhes, rokkant, nem tudom, régóta boltos, azt lehetett 50 pontot, a másik 50-et, az pedig a szubjektív. Tehát kellett egy üzleti tervet, úristen, trafik, tehát valaki trafikot nyit, és üzleti tervet kellett írni, és azt a 16 ezer üzleti tervet 14 fiatal gyerek 2 hét alatt elolvasta, és akkor pontot adtak rá, és hát mit ad Isten, utólag ennyit legalább megtudtunk, hogy vagy minimális pontot kapott valaki, vagy nagyon sok pontot. Tehát olyan még véletlenül se volt, hogy valaki 30 pontot kapjon, vagy nullát kapott, vagy 50-et. Mert ugye aki rajta volt a listán, az 50-et kapott. Volt olyan, aki ugyanazt adta be. Tehát a haverral elmentek egy valaki, aki tud ilyet írni, szó szerint ugyanazt az üzleti tervet adták be. Csak a haver, annak volt valami összeköttetése, az bejutott, az 50-et kapott, a másik meg 0-át ugyanerre. Tehát ez a 3 módszer, hogy ismételjük át, gyerekek. Tehát ugye az első a referencia. Hogy őket ők mondják, mi az első? Igen. A referencia. Igen. Második? Szigorúság. Igen. Harmad? Nagyon, na, ezt kimondta. Ja, de ezt a kolléganő mondta. Ezt a kolléganő mondta. Lebuktatta a kollégáját, már a szalagcímek mennek, Patházi Ákos. Akkor te nem válaszolsz, mi a harmadik? Szubjektív.
Szubjektivitás, igen, így van. Tehát így lehet. És persze most meg már ott tartunk, hogy az ég alatt a világon senki nem, tehát most már meg se próbálnak ilyen indulni, mert hát ott majd úgyis le lesz zsírozva. Esetleg még ellenzéki vezetésű, vagy valódi ellenzéki vezetésű pár helyen lehet, hogy vannak megint versenyek, de gyakorlatban most már ez kiment a divatból. Pedig vissza kell hozni, mert nyilvánvaló, teljesen nyilvánvaló, hogyha nincs verseny, akkor mindig drágábbak lesznek, és akkor az úgynevezett alkotmányos kölcsön. Még ennyi, utolsó sztori. Jó? Utolsó sztori. Tehát én láttam szerintem olyan... az utolsó előtti. Jó, igen, oké, okay, ez... igen, igen. Tehát én láttam olyan, de az utolsó önként felhozott sztori, a többi csak kérdésre mondom. Tehát láttam olyan saját szememmel olyan költségvetés. Tehát ugye a költségvetés az azt jelenti, hogy ilyen sorokban fölírja, hogy nem tudom, tégla ennyi, malter ennyi, cserép ennyi forint, munkadíj. Oda volt beleírva, hogy alkotmányos költség. Békés megyei kisváros, most nem mondom, hogy melyik, de ott volt benne, hogy alkotmányos költség 5 millió forint, ez ott, ez és ez hiteles volt. Igen, ezt így, tehát ugye a Fideszben az alkotmányos az a, amit le kell adni a... vesztegetési pénz. Ezek szerint még valaki nem tudja, tehát azt hittem, hogy ezt mindenki tudja. De jó, de hol jelenik meg ez nyilvánosan? Tehát azért, hogy mondjam, az önszúrásnak a... hát variációi, az is 1-2-3. Ez nem nyilvánosan, már micsoda, tehát ez nem nyilvánosan jelent meg ez a, tehát ezt én láttam később utólag. Aha. De ugye azért nem tettem közzé, mert ugyan ott vannak azok a metaadatok, minden, de ilyenkor nehéz mégis bizonyítani, hogy most ezt szerettem volna kérdezni az utolsó előtti sztorinál, vagy ra, hogy mikortól bizonyíték egy bizonyíték, mert igen, nem mondtad a pontozás ezekben a kiírásokban, hogy mit, hogyan súlyoznak, hogy szerződéskötési feltétel, vagy csak ajánlattételi feltétel, az a bizonyos dolog, meg ilyen, nem tudom milyen referencia számok, ósas, meg okír, meg fogalm sem, de egyrészt azt mondhatjuk, hogy hát kell, mert minőségbiztosítás, másrészt meg jó, nagyon szuperül meg lehet indokolni, hogy ez miért bullshit, tehát hogy lehet egy ilyet mondjuk elvinni odáig, hogy a GVH azt mondja, hogy uha, ez bingo. Hát úgy, ugye ez a szándék kérdése, tehát ez a, hogy nem az én szándékom, hanem ugye ez az állam szándékának a kérdése, ugye a poltra szokták mondani, és valóban, de sokszor a poltnak nem kell, tehát el se jut odáig, mert a rendőr már tudja a dolgát. Tehát ugye itt vannak olyan esetek, amikor véleményem szerint teljesen egyértelműen ezek alapján, az adatbázisok alapján és a kívülről látható dolgok alapján megállapítható a kifejezett gyanúja a visszaélésnek. Tehát például, amiről az előbb beszéltem, tehát amikor egy 40 milliárdos keretszerződésnél úgy adnak 50 pontot, hogy írni kell egy próba költségvetés, és annak a szakmai szín, ez le van írva, ezt leírják. Hát ahhoz nem kell nekem semmilyen titkos felvétel, semmi nem kell, az nyilvánvaló, azt a közbeszerzést azt manipulálták, és ahogy mondtam, 1-3 évig terjedő szabadságvesztés. De ugye a magyar rendőrség úgy jár el, nem így kellene neki, de úgy jár el, hogy az van beírva a törvénybe, hogy hűtlen kezelést azt az követel, aki akart hűtlenül elkövetni. És hogyha ha ő neki ez nem volt szándéka, csak így sikerült, hát így szokták mondani ezt, hogy önmagában az, hogy ez így történt, azért ez még nem bizonyítja, hogy ő tényleg azt a pénzt el akarta vinni. Azért, mert tehát, azért ez lenne a képviselő, ez lenne igazából az, nem értek hozzá. Mindjárt, hanem ugye erre kellenének a rendőrök, és nyilvánvalóan ilyenkor a rendőrségnek el kellene kezdeni nyomoznia, és ha kell, akkor fedetten nyomoznia, és akkor meg kéne nézni, meg kéne hívni, aki leírta azokat, hogy akkor ki mondta neked, hogy ilyen hülyeséget írja, mert hogyha azt mondod, hogy te csináltad, akkor téged veszünk elő. Ha meg mondta neked, hogy valaki, hogy ezt így írjad, akkor majd előveszünk azt, hogyha a Pista főnök, akkor előveszünk a Pista főnök, ki mondta neked, hát te magadtól, akkor téged veszünk elő. Ha meg a képviselő mondta neked, akkor előveszünk a képviselőt. Ez így működne, egész el lehet jutni Lőrincig vagy Viktorig is. De ennek így kéne működnie. A képviselő ehhez úgy jön be a képbe, hogy nyilván olyan kormánynak kell lenni, olyan képviselőknek kell lenni, akik nem engedik meg. Mert kormányon, ugye ez nem ördögtől való, hogy nyilván a kormány azért felelős kormány, mert ő felelős azért,
például az a rendőrség hogy működik, vagy például ugye a NAV-nak az elnöke az például egy államtitkár elvileg. És ezeket természetesen ezekért a szervekért ugyanúgy felelős, mint ahogy egyébként a végén, ezt is sokan nem tudják, itt nyilván mindenki tudja, de az, hogy a végén, amikor kinyomoz valamit a rendőrség, akkor, hogy abból vádemelés is lesz, tehát, hogy a bíróság elé is megy a dolog, az, azért pedig ugye az ügyész a felelős. De azért, és azt mondják, hogy a poltot ugye menőben polt. Persze, poltot majd meg kell kerülni, és meg lehet kerülni, és meg lesznek erre a módszerek, de a legfontosabb az, hogy az a rendőrség, ahol egyébként nagyon sok tisztességes és jól felkészült ember van. Nekem nagyon sok feljelentésem, amire oda jutott, hogy engem meghallgattak, mint feljelentő, addigra ő már sokkal többet tudott az ügyről, mint én. Ez volt a meggyőződésem. Csak éppen a legvégén, amikor ugye ezek mindent kinyomoztak, akkor szépen ezeket leállítják. Vagy, és ezt is gyakran elmondtam ezt a példát, vagy nem túl sok lehetőségük van. Mert például olyan is volt, hogy egy szintén egy ilyen hálózat ügyében tettem feljelentést, és azt mondja a rendőr, hogy hát képviselő úr esetleg megtennie, hogy az Opten-be kinyomtatja, és ezt elküldi nekem. Az Opten az egy cég nyilvántartás, tehát ha az ember egy céget meg akar nézni, hogy adnak ki a tulajdonosa, mennyi bevétele van, nyeressége, elég sok minden meg lehet ebből nézni. Csak hogy ha az állami nyilvántartást használjuk, akkor az nem tudom, hogy ki ha csinált már ilyet, ez egyenként kell a céget megkeresni, mindig beírni ezt a nem vagyok robot. Egy cég, hogy megnézem, az egy negyed óra, fél óra, amíg mindent kihozott belőle. Na most létezik egy, nem is egy, több is, tehát most nem akarok reklám az Opten-nek, de így szokták mondani az Opten, mert az talán az sokan használja, de több ilyen van, előfizetéses, érdemes, ha valaki önkormányzati képviselő, akkor áldozzon már arról a pár százezres fizetéséből, hogy akkor páran fizessenek elő egy Optenre. Vagy lakossági konzorcium formájában. Például mindegy, gyűjtsen rá pénzt, fizessen elő egy Optenre, mert anélkül nem fogja tudni ezeket a hálózatokat megnézni. De az Opten az olyan, hogy egyetlen egy gombnyomással én le tudom kérni, hogy milyen hálózatban vannak ezek a cégek. Tehát annak a tulajdonosa, milyen másik cégnek a tulajdonosa, vagy annak a székhelye, milyen másik cégnek a székhelye, pillanatok, vagy van-e benne offshore, ezeket meg lehet pillanatok alatt nézni. Úgyhogy ott maga a rendőr szegény azt mondta, hogy hát én értem, amit mond, de én amíg ezt kikeresgélem az állami nyilvántartásban, az nekem egy havi munkám, másra csinálok, de ezt, és tudtam, hogy igazat is mondott. Amíg azt a hálózatot, mert akkora a céghálózat, amíg azt ő egyenként kikeresgéli, az neki egy havi munkája, de kemény megfeszített. Én meg megnyomok egy gombot. Most ha már csak annyit csinálok, hogy veszek a rendőröknek egy Opten, akkor már sokkal előrébb leszek. Kikérjük már meg a rendőröknek az Opten előfizetést. Megvan, szavazzanak a rá. Képviselői fizetésedből. Majd a te fizetésedből, jó? Most másféle taktikával próbálkozom itt a kérdezésnél. Szeretnél-e arról beszélni, hogy lehet-e valós következménye a túlcsabát terhelő információknak, amivel ott a zöld tévében, mármint a zöld cím, tehát a Google tévében szembesítetted, és többen megröpényedve néztük. Ez nem is az én kérdésem, azt is hozzáteszem, hanem az a nép köréből érkezett még mielőtt sor került volna a mai estére. Tehát beküldött kérdés. Van kedved? Persze, éppen ma cseszegettem az ügyvédet, hogy írja meg a feljelentésben. Tehát ez nem úgy megy, hogy elkövetünk valamit, és akkor hát sértődöttem fölelünk, és akkor elvonulunk. Tehát nyilván ezt nem lehet annyiba hagyni. Az egy súlyos dolog, ott nyilván fölmerül a pénzmosásnak a gyanúja is, de mindenképpen egy csalásról van szó. Tehát ugye ott az történt, kell ismételni, hogy, mert ugye azt mondják, hogy milyen bonyolult, mert egyrészt nyilván direkt bonyolult, mert ugye ha Tóth képviselő meg akarta volna venni azt a gyártelepet, akkor oda ment volna, kifizette volna és megvette volna, és a nevén menne. De ugye nem ezt akarta csinálni, tehát egy kicsit bonyolult, de nem nagyon bonyolult. Kért egy ajánlatot rá, tehát meg akarta venni ezt a gyártelepet, és utána három ember lement Zalaegerszegre, ez Budapesten van a gyártelep, Gyár utca, a Duna mellett, de három ember lement Zalaegerszegre,
és ott egy alapítványt tettek. Ez a három ember, ez csodálatos képen módon, ugye Zale a Zuglónak a későbbi alpolgármestere, a Zuglónak az átláthatóság biztos, ha van humora a tolképviselő úrnak, az átláthatóság. Mi akarsz lenni? Átláthatósági biztos. A kétfarkú kutyák ahhoz képest semmi. A harmadik az meg, aki beszedi Zuglóba az ügyvéd a parkolási bírságokat. Ezek a késő, ezt akkor még nem lehetett tudni, vagy lehet, hogy már tudták. De ez a három ember lement Zalaegerszegre, megalakított egy első lépés inkubátorház című alapítványt, hazajöttek, és kaptak kölcsön, a adósságbeszedő ügyvédtől kaptak 110 millió forintot kölcsön, csak utána kiderült, hogy az meg a Tóth Csaba cégétől kapott kölcsön, úgy, hogy nem látszik a cég nyilvántartáson, ugye van Optenem, és látom, meg meg tudom nézni, hogy az, annak a cégnek volt ennyi pénze, tehát valószínűleg, hogy Tóth úr beadta ugye ezt a pénzt, adott kölcsön Funtig úrnak, Funtig úr adott kölcsön az alapítványnak, az alapítvány megvette a gyártelepet, majd a Tóth úr megvette a Funtig úrtól a tartozást, tudják-e követni, a lényeg az, hogy a végén ott van, hogy egy vételi jog, meg egy elzáló jog a Tóth úr cégének a javára. Tehát Tóth úr, ha megír egy levelet, akkor az alapítványban levő 500 milliós, körülbelül alsóban 500 milliót élő vagyon, az az övé lesz. És eközben ugye, ami nyilvánvalóan objektíven csalás, az, hogy az alapítvány soha életében semmit nem csinál. Tehát minden évben meg lehet, éveken keresztül meg lehet nézni a beszámolóját, ez is nyilvános adatbázisokban bárki lekérheti, és minden évben bevétel nulla, tehát ő nem adott ki senkinek semmit, soha most sincsen ottan semmi. Nyilvánvaló, viszont rajta van egy listán, ahol majd, amit majd át lehet majd minősíteni, ilyen barna mezős beruházás, hogy majd ott lakópark, vagy bármi épülhet. Ez nyilvánvalóan csalás. Úgyhogy természetesen, tehát az a kérdés, hogy akarom, hogy ennek legyen következménye, igen, persze akarom. Hogy a kérdés az, hogy lehet-e, de akkor azt mondhat, hogy egyértelműen ez... Mindig egy ilyen esetben, ha valaki politikus követel ilyet, ugye két következménye lehet ennek, az egyik a politikai, a másik a jogi. A politikai, azt hála az zuglóiaknak, és köszönöm szépen, a politikai következmény az megtörtént. Azonban én azt gondolom, hogy ez van olyan súlyú dolog, hogy itt a jogi következményeket is forszírozni kell, majd megnézzük, hogy ebben az ügyben hajlandó-e mondjuk egy fideszes rendőrség. Vagy Fidesz, bocsánat, nem sértegetem a rendőrséget, tehát egy Fidesz nyomás alatt levő rendőrség nyomozni. És ha már itt tartunk, látsz arra esélyt, hogy elszámoltatási biztos legyél, és hogyha elfogadnád, akkor miért nem buknál te bele, nem úgy, mint mások? Ugye hallottam ilyen pozíciókat, tehát én azt teljesen komolyan mondom, hogy nyilván az ember nem fog pozíciókról beszélni, mert az ahhoz meg kell nyerni ugye a választást, és majd akkor lehet beszélni. Az más kérdés, hogy már azelőtt kellene, és remélem, hogy majd lesz ilyen fölkérés, arról beszélni, hogy nagyon konkrétan egy nyertes választás után ne akkor kezdjük el gondolkodni, hogy akkor most hogy és mit csinálunk. Tehát konkrétan például a korrupció ellenes intézkedéseknél, akár a jogi felelősségre vonás azért, hogy vagy akár, és az még fontosabb, hogy ne engedjük a mieinket lopni, mert mindenhol vannak, tehát mindenhol lehetnek olyanok, akiknél nagyobb a szerzésvágy, mint a szükséges, de erre föl kell készülni, tehát ezeket a leghamarabb meg kell csinálni, és ez fontos. Tehát nyilvánvaló, egy politikus akkor tudja leginkább a céljait megvalósítani, hogyha olyan helyzetben van, olyan pozícióban van, amikor ezt meg tudja tenni, de nyilvánvaló az is, hogy én nekem teljesen mindegy, hogy milyen pozíció vagy olyat vállalok el, ahol ahhoz meg lesznek, vagy meg vagy vállalni kell, ahol meg vannak a feltételei is annak, hogy lehet az embert nevezni, nem tudom, volt már ilyen is most, hogy antikorrupciós atya úristen, vagy nem tudom, ilyen is volt, meg védőszent, meg bármi lehetek, de hogyha nekem... Ezért tetszik valamennyire. Nem, mert hogyha jogkör nincs hozzá, meg nincs hozzá... Jogkörök nélküli védőszent nem. Olyan, az nem megy, tehát én varázsolni nem tudok. Nyilván, hogyha az ember úgy érzi, hogy van esélye, és nem lesz belőle egy Keller László, vagy egy budai úr, vagy nem tudom, kicsoda. Ez volt a legjobb, amit megkérdeztem tőle, hogy
melyik volt a kedvenc, vagy az a fideszes ügy, tehát melyik fideszes ügyre a legbüszkébb, amit föltelt. És akkor szóval, nekem csak 2002 meg 2010 között volt ez a feladatom. Mondom, akkor utána megtiltották őt, de akkor keresse a korrupciós ügyeket, arra már nem tudok válaszolni. Jó, persze, én értem azt, meg egy nagyon szimpatikus ér nyilván, hogy ne vigyünk előre a, mit tudom én, minek a bőrére, mondjuk a medvére, de hogy nyilván valamilyen szerepet szánni magadnak, gondolom a tekintetben is, hogy mi az van a affinitásod, meg mit csináltál eddig, és hogy az országgyűlésben erre akkor viszonylag több mozgásteret lenne esetleg, vagy nem, ezt korábban kérdeztem, hogy hogyan működte az országgyűlésben, hogy mit engednek, mitől függ az, hogy te ott tudsz mozogni, vagy sem. Hát jelen pillanatban semmi, tehát ezen kell változtatni. Ezt egyébként kínosan keveset beszélünk erről, és ellenzéki kollégáknak is én szerintem egy restanciája, hogy erről beszélünk. Tehát gyakorlatilag az elmúlt években, nagyban köszönhetően nekem, de majd mindjárt mondom, hogy miért, gyakorlatilag minden jogkörét, minden ellenőrző jogkerőt elvesztették a képviselők. Két dolog miatt. Az egyik az az úgynevezett infotörvény, és ami miatt mondom, hogy miért nekem köszönhetően, ugye önkritikusan mondom, az infotörvényt ezt akkor alkották meg Gőzelővel, amikor én a Trafik ügyet bemutattam, akkor ugye nagy volt a baj, mert tudták azt, hogyha valaki kikéri ezeket a pályázatokat, amikről az előbb beszéltem, akkor pillanatokon belül ott lesz a bizonyíték, hogy ezeket manipulálták, mert ha kikéri és azt mondja, hogy Pistinek szó szerint ugyanazon, mint Józsinak, és az egyik az 50 pontot kapott meg a másik nullát, akkor azonnal ott van a bizonyíték a csalásra. Valamit ezzel kellett csinálni, és akkor hozták ezt az infotörvényt, amiben például beletették, teljesen értelmetlen egyébként, ha nem ismerjük az előzményt, hogy döntés előkészítő anyagokat azt nem kell kiadni. Meg pénzt lehet kérni, meg ilyen. Tehát és ezzel gyakorlatilag nagyban lecsökkentette az átláthatóságot. De akkor még mindig megmaradt elméletileg az országgyűlési képviselők ellenőrzési joga, mert ugye mi kérdezhetünk. Elvileg kérdezhetjük a minisztereket, sőt, ugye nagyon sokáig, 30 évig majdnem, az országgyűlési képviselő szabadon beléphetett bármelyik állami intézménybe. Tehát én, ha úgy gondoltam, akkor bementem a MTVA-ba, ugye, is, de az hagyján, de ha azt mondta volna, mint amit mostanában szokott mondjuk a Cilike mondani, hogy ő aztán nem válaszol, mert nincs rá jobb szövegünk, vagy nem tudom én, miért nem válaszol, és akkor azt mondják, hogy nem válaszolnak. Akkor fogtam volna magamat, és bementem volna, és odaálltam volna a számítógépek mellé, és kikerestem volna, ad abszurdum, ezt is megtettem volna, vagy a munkatársaikkal, hogy végignézem, és megnézem, hogy akkor miért nem adtok például adatokat ezekről a járványokról, vagy miért nem adott ki ennek a Müller Cecília 17 milliárdos EU-s projektnek a részleteit. Tehát lehetett kérdezni. Na most, ugye ezt az MTVA ügy után nagyon gyorsan elvették tőlünk ezt a lehetőséget, és ezzel vissza is élnek. Korábban az volt, hogy minden állami szervnek, a dolgozóinak ugye kellett nekünk válaszolni. Most ugye azt tették bele, hogy csak a vezetők kötelesek válaszolni, de semmilyen szankció nincs benne, és nem válaszolnak. Tehát nem tudok oda menni, nem tudom megkérdezni, kellemetlen helyzetbe se tudom őket hozni, hogy képzelik ezt. Ők nem válaszolnak. A harmadik dolog pedig ugye ezek a házszabály, tehát amikor ugye ezekkel az egészen horribilis büntetéseket megkozták a házszabályban, tehát amikor felmutat az ember egy táblát, akkor nem tudom, kap 10 millió forint büntetést, és hasonlók. Ez megint egy olyan dolog, hogy az utolsó kvázi lehetőséget is elvették a képviselőktől. Tudnélik, a mikrofont eddig is kikapcsolta már a kövér, tehát ugye ha olyat mondott, ami neki nem tetszik, akkor kikapcsolta a mikrofont. Ugye ez úgy van, hogy én ott mondhatom a parlamentben tovább, de ha kikapcsolják a mikrofont, akkor önök már nem fogják hallani, hogy mit beszélünk. És ehelyett jöttek ugye a táblák, ezek a bizonyos táblák, de hát ugye ez is gyakorlatilag elmegy. Ugye kvázi azok a képviselők, akik bent maradnak a parlamentben, és úgy csinálnak, mint ha minden rendben van, és elmondják az interpellációt, meg minden, azt csinálják, amit a kövér szeretne.
arra szeretné, hogy csak azt mondjuk el, amit ő enged, amíg nem kapcsolja ki a mikrofont, és aztán a kövér meg ráadásul nagyon jól tudja, hogy ha véletlenül olyan hangzik el mégis, ami nem kellene, azt úgyis a 10 millióból 9 millió ember nem fogja látni, mert aki az RTL-t nézi, meg esetleg olvassa az RTL iradót, meg olvassa ugye a Telexet, mindig és még néhány helyet, akkor mondjuk végig 24 és HVG, és mi van még van pár magyar nevés, nem tudom kik vannak, még van pár tisztességes, jó és heroikus oldal, de ez az összesen van 1-2 millió ember. Úgyhogy így jelen pillanatban parlamentezni én szerintem nagyon kockázatos, mert eljátszhatjuk azt a szerepet, mint hogyha itt a Fidesz szeretne, hogy a Isten egy demokrácia van. Nyilván ezen kéne változtatni, tehát teljesen más egy normál demokráciában a parlamentnek a szerepe, tehát én hiszek a parlamenti demokráciában, nem is nagyon van szerintem, egyszerűen nem találtak fel mást, mert ugye van helyette a királyság, az meg ugye ha ostoba a király, akkor nagyon nagy baj. Ha okos, akkor viszonylag jó, de ugye egy okos király is borzasztó nagyokat tévedhet, úgyhogy ez nem jó. Bocsi Ákos, de akkor korábban, most értem, hogy most más helyzet van és reménykedtek valamiben, de miért nem jöttetek ki már onnan? Hát ne tőlem kérdezz, én ugye elég régóta mondom, hogy ezt kellene csinálni. Sőt, ugye azt mondom, hogy ráadásul nem is kéne föltalálni a spanyol viaszt, mert ugye ezt csinálta a Fidesz egy ennél jóval kisebb demokrácia krízisben, ugye 2006 után, ő azt mondta, hogy kimegyünk. De én ráadásul azt is elfogadom, hogy van, aki marha jól tud szónokolni, meg nem tudom, hogy viszi a krumplit, meg ezt-azt, azt vigye, tehát azt sem mondom, hogy teljesen hagyja ott, de csak annyit csináljon, amint muszáj. Tehát, hogy a Fidesz is azt csinálta, benhagyta a Navracsicsot, meg a talán semmilyen maradt benn, és akkor azok ott elmondták a dolgaikat. Tehát én sem vagyok annyira radikális, hogy akkor senki nem maradjon be, mert azt mondom, hogy jó, ha valaki az Orbánnal ott kekeckedik egyet, annak még van valami mozgósító hatása. De hát már láttuk, nagyon-nagyon régóta ugyanazt nézzük, nem ugyanazt a műsor. Ebben is egyet értek, de ha valaki nagyon szeret az Orbánnak kekeckedni, kekeckedjen. De a többinek semmi értelme, tehát azt, hogy ott interpellációt elmond, meg nem tudom, hogy törvényjavaslatok vannak, és akkor elmondja a nyitó, hogy hívják ezt az elején, ami az első felszólalásnak a szép szólalás, hogy van ennek egy neve, hogy hívják az elsőt. Nem tudom, mindegy. Vezérszónok, nem, van a napira még az is, de vezérszónok is. Senki az égetlen nem érdekel, hogy a törvényről mit mond, de eljátsszuk a parlamentet. Közben ráadásul ennek volt, hogy amikor Fidesz csinált, ezt sajnos még ugye belülről láttam, kis katonaként, de belülről láttam, ennek volt egy másik, sokkal fontosabb jelentősége a szimbolikus jelentőségen kívül. Azok a képviselők, akiknek ugye ott van a feneke alatt az autó, meg ugye fizetett képviselő, ebből él gyakorlatilag, azoknak az Orbán azt mondta, hogy tessék elmenni, mindenki menjen haza a körzetébe, 3 hónap múlva Kubatovnak jelentse, hogy melyik faluba ki az a két ember, amit bármikor föl lehet hívni, hogyha ott valami rendezvény van, vagy plakátot kell kivinni, vagy szórólapot kell kivinni. És aki nem tud, hogy két embert, hogy minden faluban legyen, az még ne is jöjjön vissza, mert az úgyse lesz képviselő. Jó, azért ezt mi is ismerjük, hát nekünk is a kutyatoglistánk nyilván, stb. Kutyatoglista, igen. Világ legtermészetesebb. Szellemes, nagyon szellemes. Értem, hogy szellemes. Jó. Hogy azt hiszi, hogy mit felekhetünk. Még egy országgyűlési képviselőt is át lehet verni. Igen. Ugye én nem listáról beszélek, hanem az, hogy legyenek olyan, tehát aktivistákról, passzivisták, ugye, ahogy a kutyáknál van, passzivisták legyenek, de ez most jelen pillanatban nem állít az ellenzék. Tehát ugye amikor mondják, hogy építkezni kell, meg hogy meg kell jelenni a falu, ez nagyon egyszerű, ennyi kell, hogy minden településen legyen két ember, aki felvállalja, hogy ő az ellenzékhez tartozik, és azért aktívan tenni is tud. Ha nem lesz ugye minden kis szavazó, mert ugye minden faluban legalább egy szavazókör van ugye az iskolának egy osztályában, ha nincs ott két ember, aki azt ellenőrzi, akkor az elcsalható lesz. De az még fontosabb, hogy az elején ugyanúgy, ha nem lesz, aki kivigye azt a szórólapot, mert a posta már nem fogja kivenni, de a magánvállalkozó is legtöbbször már lehet, hogy szabotálni fog, nem fogod
tudni. Lehet, hogy nem politikailag szabotálja, csak lusta és nem viszi ki. Ha nem vagy biztos benne, hogy azt kiviszi, akkor azt nem lesz ki, nem lesz ki. Meg nem lesz, aki kirakja azt a plakátot. És akkor hogyan akarunk nyerni? Mert az, hogy Facebook hirdetés, azért azt most elég sokan látták, hogy hiába van Facebook Live, azért az nem biztos, hogy az eredményeken is meglátszik. Ráadásul a kormány mindig sokkal többet fog tudni Facebookra hirdetni, mint amit mi tudunk. De meg fogjátok változtatni ezt, vagy az ellenzék, vagy valaki meg fogja változtatni, nem ezt, hogy a Facebook lájkkal is lehessen szavazni, azt hallottam, a választási törvény módosítás, az megoldaná végre. Hát én még ezt nem hallom. Megígérjük. Figyelj, tényleg kérdezzetek, hogyha szeretnétek, és gondolom szeretnétek. A megosztás csak a megosztás szám számít, abban mindig én szoktam hűzni. Szuper, akkor a választási tevén, ennek fényében fogjuk módosítani. Megpróbálok oda menni hozzád. Hip-hop. Közel kell tartani, és bocsi, azért terhelünk benneteket mikrofonizációval, mert a kütyük azt tudják felvenni. Nem azért, nem mi nem halljuk egymást. Köszi. Azt mondta, hogy a Fidesz nyomása alatt lévő rendőrség, ez Zuglóra értette, vagy úgy általánosan? Nem tudom, hogy mire érti, általánosan a Fidesz nyomása alatt van a rendőrség. És ezek szerint akkor gondolkodott azon, hogy szükség lenne különböző rendőrségi vezetőknek a leváltására is? Lehet szükség rá természetesen. Nyilván nagyon reménykedik benne az ember, hogyha ezeket a rendőröket nem presszionálják, akkor ezeknek, és egyébként meggyőződésem is, hogy ha nem éri presszió a kormány részéről, akkor a rendőröknek a legnagyobb része ezt csinálni fogja a dolgát. De nyilvánvaló, hogy olyan rendőrök, akik egészen elképesztő határozattal a tehát most például mondok egy példát, ugye éppen most a Telex kihozta. És ebben nem bosszú vágy van, hanem ez tény. Ugye én, amikor engem szomszédgyilkosnak mondtak, akkor egy magánvádas eljárást indítottam, és szerettem volna, ugye a szomszédom lánya, aki nyilatkozott hamisan, azóta ezt be is vallotta, az ugye nyilván adott volt, de szerettem volna azokat az újságíróknak, magukat újságíróknak nevezett személyeket is bíróság elé vinni, akik ezeket a cikkeket megírták. Csak hogy nem volt aláírva a cikk. Ezt jeleztem a bíróságnak. A bíróság erre elrendelt egy nyomozást. Ugye a 5. kerületi rendőrkapitányság nyomozást indított, hogy kikírták ezt a cikket. Ez abból állt, hogy írtak egy levelet az Origónak, meg írtak egy levelet, nem tudom, a 888-nak. Az Origó azt mondta, hogy sajnos nem tudjuk. Hát nem tudjuk, nincs ilyen nyilvántartás, nem tudjuk. A 888 meg nem is válaszolt. Tehát egyszerűen nem válaszolt. És a rendőrség befejezte a nyomozást, hogy sajnos a nyomozásra nem tudta megállapítani, hogy ki írta ezt a mocskolódó aljas gazember cikket. Ez egy nyilvánvalóan, tehát ugye itt vagy olyan hülye a rendőr, vagy pedig nyomás alatt van. Én azt gondolom, hogy nem olyan hülyék a rendőrök, viszont nyomás alatt vannak. Az, hogyha egy kormányváltás után is így működne a rendőrség, ott nyilvánvalóan lehetősége van a kormánynak, hogy a rendőrség vezetésében cseréket hozzon, és nyilván ezt úgy teszi, hogy azt reméli, hogy a új vezetők azok rendet tesznek, és engedik dolgozni a rendőröket. Még valakinek kérdése? Jól csináltam, mert kifárasztottam magukat, mert mindenre választottam. Igen, hát ahogy elmondtad, a politika az kb. Ilyen harc, nem? Mindig az ellenőrzés az ilyen házmesterség tulajdonképpen, amire készülünk. Van kérdés, szuper. Igen. Előválasztással kapcsolatos lenne a kérdés, hogy amikor felmerültek a jelöltek különböző pártoktól, hogy a pártokban megfogalmazódott-e azt, hogy átvilágítani őket, hogy tudjuk, hogy kik indulnak, hogy volt-e ilyen elképzelés, hogy mondjuk ilyen problémák nem merüljenek fel? Én a előválasztási folyamatban annyit vettem csak részt, hogy elindultam rajta, tehát én semmit nem tudok arról, komolyan mondom magán, semmit nem tudok arról, hogy mi merült fel, mi nem merült fel, tehát én azokon a tárgyalásokon nem vettem részt. Amit hallok, ugye, és ebben van logika,
az előválasztás tulajdonképpen arról szól, hogy ha valakiről, tehát itt ugye úgymond ellenérdekű felek vannak, tehát mégis egy oldalon vagyunk, de nyilván amikor elindulnak jelöltek, akkor hát pláne helyben hallhatnak dolgokat, ismerhetik, megnézhetik, Okten adatbázis is meg lehet nézni, kinek milyen cége volt, ugye volt is, akit meg is találták nagyon helyesen, tehát nem helyesen, amit csinál, de ugye megtalálták az offshore céget. Az egy nem helyes például, hogy az a párt, amelyik reagált, ott annyi volt a reakció, hogy a miniszterelnök jelölt azt mondta, hogy megkérdeztem a Juci azt mondta, hogy minden rendben volt. De ez tényleg ez szó szerint ez elhangzott, ez ilyen volt. Tehát ennél egy picit több kell. Ugye nyilván átvilágítani, tehát ugye mi az az átvilágítás? Az, hogy mindenkit, tehát hogyha egy úgymond rendes átvilágítást akarunk csinálni, ez egy borzasztó nagy kutatómunka kellene, hogy legyen. Erre szerintem valid, hogy erre nem volt lehetőség, de maga az előválasztás az éppen erről szólt, hogy ha valakinél esetleg ez felmerül, akkor úgymond majd a másik fél átvilágítja. Hát én is a Tóth Csabát igyekeztem átvilágítani. Megvilágítani. Hát, nekem egy olyan kérdésem volna, hogy itt a ügyek visszakeresése, illetve feltárásában milyen elérési idővel lehet számolni? Tehát, hogy itt most az előválasztáson elhangzott olyan is, hogy 2010 elé is visszamegyünk, van erre bármilyen esély, hogy ott bármilyen jogi következmény legyen például? Szerintem jogi ott már nem, de politikai az igen. Tehát, hogy beszéltünk mindig egy ügynek, egy politikus esetében, politikai következménye és jogi következménye lehet, és bizonyos esetekben nagyon tud fájni valakinek az a politikai következmény is. A jogi elévülések most már elég hosszúak ilyen ügyeknél, de szerintem ilyen 15-16-ban lettek meghosszabbítva. Sajnos ezek ketyegnek ezek az órák, ez igaz, viszont én azt szoktam mondani, hogy azért jó pár ügy, ami elindult, mondjuk ilyen 13-as, 12-es, 14-es ügyek is, amik elvileg ugye ezeknek még az ilyen nagyon durva esetekben is, mint 12 év alatt, mert bűnszövetségben elkövetett, nem tudom én, folytatólagosan, különösen nagy értékű, akkor elvileg azt el lehet úgy húzni, 12-ben megcsinálta, 24-ben már szabadul mondjuk tőle. De én azt szoktam mondani, hogy ezek az ügyeknek az elévülése egyrészt az indul, amikor megcsinálta, de ha itt a rendőrökre visszatekintve, bizony az is egy hűtlen kezelés, és az is egy ügy, aki ugye ezeket elsikálta. Tehát ezeknél én erről tudnék maguknak, most nem fogok, mert ugye 10 perc van még, de tudnék 3-4 órát előadást tartani, nem, az ELT-re nem hívnak, én nem vagyok jogász, ugye tényleg lódoktor, egy kutyadoktor pontosabban, arról még nem is beszéltünk, pedig szó volt a macska ivartanításról. Korrupció gyanús macskák ivartanításáról, elég sokat beszéltünk. De ezek az ügyek megjelennek hivatali visszaélésként, amikor lezárják. Tehát például egyedül a Tiborcz ügyet, ha megnézzük, ott aki azt lezárt, az hivatali visszaélést követette. Akkor pedig az a elévülés onnantól kezd el ketyegni, és akkor majd el lehet menni, hogy ezt miért csináltad. Te voltál ilyen hülye? Nem én voltam. Hát akkor nézzük meg, hogy ki volt ilyen hülye. Ki mondta neked, hogy ezt így kell csinálni. És akkor el lehet jutni elég sok helyre. Jó, már a második kérdésem az lett volna, ugye, hogy szólt itt arról, hogy egy csomó rendőrségi ügyet nem fejeznek be, de akkor erre is megvan így a válasz. Igen. Köszönöm szépen. Igen. És hát többek között ugye ezt jogászok néha fogják a fejüket, meg lehet ilyen, nem tudom, jogállami ilyen, hogy ugye azt mondom, hogy például a képviselőknél, hogy korábban bemehettünk mindenhova, de hogy a tükszobába nem mehetünk be ez a titkos ügyiratok szobája. De ilyen ügyeknél, tehát amikor teljesen nyilvánvaló, hogy ott politikai nyomásra fektettek ügyeket, akkor annak meg kell nézni az aktáit, és azokat meg kell mutatni, azokat az aktákat. Nekem egy olyan kérdésem lenne, rövid lesz.
kibukítva bele Magyarországon korrupciós ügybe. Azért látjuk, hogy van, aki mégis csak sikerül. Igen. Vagy nagyon hülye volt, vagy nagyon nagy pehje volt. Tehát amikor ugye arról beszélünk, hogy van a... Mert ugye volt a Mennyi, volt a... Volt, van a Boldog, meg van a Simonka most egyelőre. Ugye körülbelül az önmagában elég sok ám ez, tehát ugye ha belenézünk. Mert ott amikor nagyon érdekes volt, amikor a Budaival szemben álltam, hogy mikor jön úgy zavarba. Tehát úgy lehet látni, amikor mikor döbben meg beszél, és akkor írtam, hogy... És akkor mondta, hogy azért voltak nálunk is ügyek, és ugye már nagyon kevés időm volt, és meg mondtam, hogy mondja már meg, hogy ezek milyen ügyek, és akkor ezek miért képviselők egyébként, és miért vannak még szabadlában. De ezek azért buktak le, mert pehjük volt. Tehát a Mennyi az például azért bukott le, mert ott az a hálózat, akitől ő kérte vissza a pénzt, azt a NAV más ügyek miatt elkezdte nézni, és akkor ott voltak lehallgatások, mert nem tudták még, hogy politikus benne lesz, de aztán hopp, megjelent a Mennyi képviselő úr benne, és akkor nyilvánvalóan ott volt egy tökös navos, így szoktam mondani, aki ennek ellenére ezt gondolom lementette három példányban, és azt mondta, hogy akkor ezt viszont tovább visszük. Tehát abban videó felvétel volt ugye a pénzátadásról. És ez így, tehát pehje volt, meg voltak, amit mondok, hogy vannak itt a bűnöldözők, tehát nem lehet mondani, hogy nincsenek. És ott volt egy ilyen. A Boldog, az hülye volt inkább, mert az nagyon úgy tűnik, hogy túlzásba vitte egy polgármesternek a zsarolását, vagy valakiknek a zsarolását, akik nem tehettek már más, mint hogy akkor döntötték ezt az ügyet. És de ott megint csak az volt, hogy kellett hozzá egy olyan ügyész, aki sajnos azóta már úgy tűnik, hogy öngyilkos lett. Aki ezt az ügyet fölvette és elkezdte vinni. És ez ment, ez végigment. A Simonka ügynél szintén úgy tudom, hogy ott az egyik résztvevőt egész egyszerűen megfogtak ott a kocsiában egy csomó pénzzel, és akkor onnantól kezdve ez elindult ez az ügy. Ott is az kellett, hogy nagyon úgymond tökös ügyészek legyenek, akik ráadásul volt közöttük szerintem hölgy is, úgy tudom, de akik ezt végigvitték. Ami a nagy baj, hogy azok közül, az ügyészek közül már azt hiszem talán kettő már nem ügyész, meg van olyan, amiket áthelyeztek más felelősségteljes beosztásba, ahogy ezt régen mondták, csak már fiatalok vannak, ezt nem ismerik. Úgyhogy ezek nagyon, nagyon, egyébként az van, hogy én jó néhány más nyomozás is folyik, amiket én csináltam feljelentést, éppen ilyen hálózatok miatt, mert nagyon primitíven csinálják, tehát hogyha azt csinálják, hogy egy-egy képviselő körül van 4-5 cég, mindig 2 nyer, a 3 meg csak arra való, hogy ugye adja a kamu ajánlatokat, hogy úgy nézzen ki, mint a verseny lenne. Most, hogyha lett volna annyi eszük, hogy egymás között cserélgetik, hogy akkor most figyelj itt Jásznagykunkba, adok neked kölcsön, nem tudom én, Csongrádba, vagy a másik körzetbe, akkor nehezebb lenne megfogni, de így, hogy mindig egyetlen egy vezérel van, tehát hogy szigorúan a képviselői választókerületen belül nyerik mindig ugyanazokat, és még véletlenül sem megy át a másik kutyának a körbevizelt területére, hogy ugye stílusak legyünk, emiatt tulajdonképpen egymást buktatják le. De ami itt van, az vagy nagyon buta volt, vagy nagyon pehje volt, azok buknak le. De megvédik, tehát a Farkas Lórián is lebukott, és az igazság, én azt hittem, hogy 18 után vissza fogják vonni, de még mindig itt van, ugyan minden kiderült, minden lejön, és a nyomozás is még megy, de egyelőre ott van, hogy 6 gyanúsított van, ugye az a 6 szerencsétlen, akik úgymond a projektmenedzsmentbe csinálták, de a Lóri írt talán mindent, de mégis még benn van a parlamentben. Ő valószínűleg valamivel zsarolhatja a miniszterelnököt, tehát másra nem tudunk gondolni. Tehát az, hogy ő ott van még a parlamentben, az ez lehet. Még egy kérdés. Ha van. De ha mindent elmondtam. Még aki nem volt. Bocsánat, itt van még egy, és akkor... Én azt szeretném kérdezni, hogy most, hogy mondta is, hogy az ügyész már talán öngyilkos lett, hogy
nem próbálják meg minden eszközökkel, akár ilyen maffia eszközökkel is ellehetetleníteni az olyan embereket, mint akár ön, vagy akik próbálják ezeket az ügyeket tisztázni, mert arra gondolnék, hogy egy ilyen hálózat azért mindent elköveti, ne legyen könnyű dolog. Igen, ismétlem a kérdésben, a hang nem volt a legjobb, tehát az a kérdés, hogy a maffia próbál-e maffia módszerekkel embereket elhallgattatni. Ezt nem tudom. Egyelőre az van, hogy én nekem sajnos azért sem kell félnem, mert láthatóan ugye más eszközökkel meg tudják oldani a dolgokat. A másik pedig az, hogy én bízom benne, hogy félnek egy ellenzéki aktivista, őt nem veszem fel most, jó? Tehát félnek... Tehát azért az látszik, hogy akkor, hogyha történik valami az emberrel, akkor... Tehát ők félnek a szikrától. Tehát mindig előfordult. Ugye a szlovák rendszer is ott nagyon hasonló volt, és nagyon stabilnak tűnt. És amikor szerencsétlen újságírót és a feleségét, vagy barátnőjét fejbe lőtték, pillanatokat összedőlt az egész. És most ott már Szlovákiába vittek el főrendőröket, főügyészeket, ilyeneket. Tehát én egész egyszerűen most nem nagyon látom, bemondom a kamerába is, tehát nem nagyon látom értelmét, hogy engem bántsanak, mert az a rendszernek rossz lehet. Az, hogyha helyzetben leszünk, tehát hogyha már az egy másik kérdés lesz, akkor meg már az ember bízik a testőrségben. De hát ilyen mindig lehet, tehát ez mindig fennáll, még ezt Magyarországon nem tapasztalom. Másra van most, tehát gyilkosság van, karaktergyilkosság, tehát itt ugye egyelőre ez elég nekik. Tehát én pont azt kapom, mint amire számítottam, higgyék el, hogy az borzasztó fájdalmas tud lenni, és szenvedés. Tehát ez kínzás, amikor nem tudom én a szüleimről, akiknél tisztességesebb ember tényleg nem ismerek, és akik gyakorlatilag ugye 82-től ilyen apránként mindig megvették is szőlőket, és akkor a saját kezüleg telepítik, még most is 70 évesen még kimennek együtt, nagyon aranyosak, nagyon szeretem őket, és kimennek, és akkor telepítenek még szőlőt. És akkor ezekről azt mondják, hogy ők zöldbárók, meg nem tudom én hányák, tehát egy fillér állami földet nem vettek meg, de heteken, hónapokon keresztül az ment, hogy hát mert az édesanyám, aki egyébként kertészmérnök, az gondolta arra, hogy esetleg licitál majd ezen a földet a gazdáknak, tehát a Fidesz által létrehozott programba, ahol a Fidesz adott államilag támogatott hitelt, tehát nem kellett hozzá semmi pénz, és gondolta arra, hogy akkor ezen ő elindul, mint kertészmérnök, nem mint a Mészáros Lőrinc, meg mint a sofőrje az agrárkamara elnökének, meg ilyenek, hanem ő, mint kertészmérnök elindul. De végén azt mondta, hogy nem túl tisztességes ez a dolog, és hogyha van más jelentkező, akkor licitál, és anyukám nem licitál semmit, de ugye megkaptuk azt, tehát ezek az egészen tisztességes embereket gyakorlatilag alázták, gyalázták, és ugye ez visszahallja. Higgy el, hogy az olyasmi, mint egy kínzás, nem gyilkosság, mert nem halunk meg, mert élünk, de kínzásnak kínzás. Úgyhogy körülbelül itt tartunk most. Mondja azt a Tóth Csaba, hogy szelepkedek meg mindent, csinálhatta volna ő is, csak más utat választott. Jó. Egy nagyon fontos kérdésem. Egy utolsót, igen. Mégpedig az, hogy ugye az a tisztában vagyunk, hogyha most bárki létrehozna egy új pártot, egy mozgalmat, akkor az bomlasztja az összefogást, ugye ez a séma. De hogy 2022 után számolhatunk-e valami olyan pártra, amit egy hiteles elnök fog vezetni, például Hatházi Ákos. Számíthatunk-e erre, hogy van-e ilyen gondolat? Óvatosan válaszolj. Nem. Tehát megint ugyanazt tudom mondani, mert engem baromra nem érdekel, hogy én valaminek elnöke vagyok, vagy nem vagyok elnöke. Én dolgozni szeretnék. Tehát, hogyha az ember olyan helyzetben van, hogy csinálhatja, amit szeretne, és ez annyi, hogy felelősséget kell vonni
jó néhány embert, és kell meghozatni néhány olyan törvényt, hogy a miénk közül ne tudjanak úgy könnyen lopni. Ha ezt én tudom csinálni, akkor nekem teljesen mindegy, hogy minek vagyok elnöke, vagy minek nem vagyok elnöke. Ennek akkor lenne jelentősége, hogyha ha esetleg a jelenlegi pártok ezt és a jelenlegi pártrendszer ezt nem teszi lehetővé. Tehát én ilyet úgymond soha nem zárnék ki, de hála Istennek egyelőre jelen nem kell gondolkodni. Tehát van, pártból bőven van elég, és lehet szerintem mindegyikben találni jó dolgokat, úgyhogy ilyenből bőven elég. Szerintem bőven van, rengeteg párt van, nem ez a Magyarországon a legnagyobb hiátus. Nyilván én azért politizálok, hogy ezeket a dolgokat, amiket sajnos úgymond az élet népfőiskoláján, a szexuális népfőiskolán megtanultam, hogy hogyan mennek ezek a dolgok, ezeken egy picit tudjak változtatni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Elnézést, hogy ilyen sokat tudnál. Jaj, dehogy is. Nagyon köszönjük éppen elkezdődök, meg a kérdéseiteket is, hát egy nagy tapsot akartam.